kezdjük el az éles dolgokat, hogy miért is érdekes nekünk a Python, mint programozási nyelv. A Python programozási nyelvről ugye nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy ez egy script nyelv, bármit is jelentsen az. Ez alatt általában azt szokták érteni a script nyelv alatt, hogy gyakorlatilag megírok benne egy programot, és futtathatom mindenféle különösebb build folyamat és fordítási lépések nélkül. És akkor egy picit majd mesélek arról, hogy ez mit is jelent a mélységeiben. Mi az, amit általában el szoktunk mondani a Python nyelvről? Az, hogy ez egy objektumorientált nyelv. Majd lesz egy ilyen fontos része a történetnek, hogy megmutatom, hogy minden objektum, ez el fog még hangzani a számból egy párszor ez a mondat. És a következő dolog az, amit szoktak mondani, hogy funkcionális elemek vannak benne. Ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a funkcionális része a Pythonnak, ez nem egy funkcionális nyelv. Tehát hiába van benne map, meg reduce, meg egy csomó eszköz, ami hasonlít eszközökre funkcionális nyelvekből, az a típus rendszer, ami a funkcionális nyelvekre jellemző, az nincsen neki meg, tehát hogy funkcionális elemekkel rendelkezik. A jól olvashatóságról arról hallottatok már elég sokat. A következő pont, amiről egy picit beszélnék, az a nagy kifejező erejű nyelv. Ez alatt azt értem, hogy főleg aki más programozási nyelvekbe dolgozott korábban, az készüljön fel arra, hogy gyakorlatilag amit mondjuk Java-ban megírok egy 10 sorban, az simán lehet, hogy Python-ban összehozom 2-3 sorból. Tehát hogy ezért is egy nagyon érdekes nyelv ez a Python, mert nagyon hatékonyan lehet benne dolgozni. Igazából nekem is ez volt az első, amiért a Python-nal elkezdtem dolgozni, hogy algoritmusokat kellett prototipizálnom, és én akkor ilyen nagyon nagy Java rajongó voltam egyébként, de egyszerűen baromi lassan haladtam Java-ban a megvalósításra, mert egy csomó ilyen boilerplate kódot kellett csinálnom. És gyakorlatilag a Python volt az, amivel hatékonyan lehetett dolgozni. A következő két pont, amit így érintenék, az egyik az, hogy teljes a nyelv, tehát hogy van egy olyan 200 library-e, standard library-e, ami ilyen library modulja, ami gyakorlatilag arra jó, hogy szinte minden, ami eszünkbe jut, hogy dátumkezelés, CSV fájl beolvasás, adatbázis kezelés, tehát minden, ami ilyen alapkoncepcióba eszünkbe jut, ahhoz van beépített rutin könyvtára, és van egy csomó külső modul, amit le lehet tölteni, és szinte bármi, ami így életszerűen előfordul probléma, arra valamiféle eszköz létezik. És akkor a keresztplatformos pedig az, hogy láttátok a telepítési leírásból, azon kívül, hogy abban volt egy elírás, hogy keresztplatformos, tehát fog futni Linuxon, fog futni Windowson, és fog futni macOS-en is. Tehát ezekre a nagyobb platformokat, ezeket alapvetően nagyon jól támogatja. A következő pont az a megvalósítás. Ugye a nyelveknél fontos azt elkülöníteni, hogy van a nyelvnek egy valamiféle leírása arról, hogy néz ki a nyelv, és van egy konkrét program, ami ezt a nyelvet képes értelmezni, futtatni. És amikor Pythonról beszélünk, akkor olyan sokszor a referencia implementációról, amit CPython-nak hívnak, ugye ebből a 3.8.2-es most a legújabb, ezek elég gyorsan jönnek kifele, tehát az ilyen patch release-ek gyakorlatilag egy-két hónaponta ki szoktak jönni, és a következő, amin dolgoznak, ugye ez a 3.9-es lesz, a 2-es széria az gyakorlatilag elavultnak számít ebbe a pillanatban, és nem támogatott tovább, de az nem jelenti azt, hogy nincsen rengeteg kód, ami 2-esben lenne írva. Azt kell még róla tudni, hogy ha fel akarjuk gyorsítani a Python kódunkat, akkor léteznek más implementációk is, nem csak ez a referencia implementáció. Ezekkel érdemes próbálkozni, ezek gyakorlatilag annyi tudást igényelnek, hogy a megfelelő interpretert vagy fordítót le kell tölteni, és azzal gyakorlatilag a megírt kész programunkat le kell fordítani. Tehát nagyon sokszor ezek olyan nagy varázslást nem igényelnek, és például a PyPy-nál ott ígérve van az, hogy egy négyszeres gyorsulást kapunk cserébe, azért, hogy gyakorlatilag nem teljesen kompatibilis, tehát ez egy ilyen just-in-time fordító Pythonhoz, és ez gyakorlatilag megold egy csomó problémát, és ez egy elég perspektívikus eszköz.
Egy picit a típusosságról, mert itt szokott, és akkor utána lassan elkezdünk, az fog, úgy néz ki a prezentáció úgy van felépítve, hogy szépen haladunk onnan, hogy itt most viszonylag sokat beszélek az elején, egy pici elméleti felvezetést, és utána pedig az fog történni, hogy kódolunk együtt. Tehát ez a ePython notebook, amiket megnyitottunk, ez, hogyha ti is megnyitottátok közben a saját gépeteken, akkor azt fogjátok látni, hogy azért, hogy ne legyenek ezek a nagy felbontású képek benne, ezek helyett ilyen placeholderek vannak, és kaptatok egy PDF-et, amiben benne vannak ezek. Tehát nem az van, hogy ezek vissza vannak tartva, vagy valami ezek a ábrák, csak mivel ezek jó nagyok, és így elrontják a tördelését az egésznek, ezért úgy gondoltam, hogy csak itt rakom bele. És akkor a típusosságról annyit, hogy a Pythonról azt kell tudni, hogy erősen típusos és dinamikusan típusos. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a Pythonban mindennek van típusa, tehát például a stringet nem tudok összeadni számmal, tehát hogy megvannak az erős szabályok arra vonatkozólag, hogy egy valamilyen típusú objektumot mihez adhatok hozzá, és milyen műveletet végezhetek vele, és ha nem megfelelő típusokat akarok kombinálni, akkor automatikusan hibaüzenetet fogunk kapni. Tehát megvéd attól, hogy véletlenül keverjünk valamiféle típusokat, és ami nagyon furcsa jön ki a végén. A következő, amit érdemes róla elmondani, igen, és a másik koordináta, az X-tengely gyakorlatilag, az pedig azt akarja ábrázolni, hogy vannak úgynevezett statikusan típusos nyelvek, és vannak dinamikusan típusosak. A dinamikusan típusos nyelvek azt jelentik, hogy nem fordítás időbe dől el, hogy egy adott változó vagy objektumnak mi a típusa, hanem ez menet közben derülhet ki. Most a Python az gyakorlatilag a 3-as verzióban, a 2-es végén behozott egy olyan jelölést, amit úgy hívnak, hogy gradual typing, ami azt jelenti, hogy típusokat tudunk jelölni. Hát ugyanúgy, mint Java-ban vagy C++-ban meg tudjuk adni a típusokat. És van egy külön statikus ellenőrző, amit a Python-tól függetlenül, ezt MyPy-nak hívják, le tudjuk futtatni, és le tudjuk ellenőrizni, hogy valóban nem rontottunk el típusos típus konverziót. Tehát ahol számot várok, ott valóban szám jön, és ezt ugyanúgy le lehet ellenőrizni, mint más eszközöknél. A következő nagy témánk az, hogy hogyan fut egy Python program. Egy Python program az úgy fog lefutni, hogy amikor elindítok egy fájlt mondjuk, aminek Python a kiterjesztése, akkor fogja és betölti, és ugyanúgy, mint más nyelvek, szépen fogják és lefordítja azt a kódot, amit megkapott. Nyilvánvalóan itt egy csomó ilyen statikus ellenőrzésre nem végez el, mert hogy dinamikus típusosság van, de hogy az lefordul, tehát szintaktikai hibát, azt alapvetően nem tudunk rajta véteni. Tehát a szintaktikát azt ő ellenőrizni fogja azonnal, amint betöltötte a fájlt, és ez rögtön ki fog bukni, és tud szintax hibát is adni. Tehát, hogy szintaxis hibát kaphatunk, ez egy élő dolog. És utána, amikor lefordult, itt látjátok ezt a fóliát. A fólián azt lehet látni, hogy ha írok egy függvényt, ezt meg fogjuk nézni a mai nap végén gyakorlatilag, hogy csinálok egy összeadás függvényt, akkor az összeadás függvényből egy ilyen virtuális gépre való kód fog lefordulni, és utána pedig az történik, hogy ebből egy ilyen bytecode lesz gyakorlatilag, és ez, ami fut a Python virtuális gépen. Tehát így néz ki a Pythonnak a futása. És akkor egy picit kezdjünk egy easter egg-gel. Ha beírjátok ide a parancsolatot, és akkor ki lehet próbálni, hogy működik, az, hogy import this, akkor gyakorlatilag na. Nekem most azt nézem, hogy ez miért nem akar lefutni. Na, újra töltjük. Az történt, hogy valamiért nem akarta nekem lefuttatni ezt a sort, és ezt próbáltam meg kideríteni, hogy miért nem. Ez eddig teljesen jól működött, ez mindig így van, hogyha valamit élesbe kell csinálni, akkor újraindítjuk a kernelt, és meglátjuk, mi történik. Jó, nézzük meg ezt az import list. Jó, szóval most megjött az import listünk. Emetleg, hogy ide beírjátok ezt az import listet, akkor ennek a szövegnek kell megjelenni. Ez egy ilyen 20 mondatból álló leírás arról,
hogy mitől Python a Python, vagy mitől fogunk, mi az, ami érték egy Python kódban, vagy a Pythonnak a filozófiájában gyakorlatilag. És ezeknek az egyik fele, ezeknek a mondatoknak ilyen nagyon egyszerű, hogy ha valami jól néz ki, akkor az jobb, mintha így össze van gányolva. Ezt most ilyen nagyon nyersen próbálom fordítani, nem egy tükörfordítást próbálok mondani hozzá. És ezek gyakorlatilag azok az elvek, ami mentén, amikor próbálnak közben beleolvastam a chatbe, azért hallgattam el egy percre. Szóval, hogy ez gyakorlatilag érdemes olvasgatni. A neten van rengeteg értelmezése, azokkal meg csínyán bánni, mert mindenki a maga módján próbálja ezt értelmezni. És akkor most eljutottunk oda, hogy úgy általánosságban elmondtam, hogy mit érdemes tudni a Pythonról. Egy picit megnéztük ezt az easter egg jellegű funkciót is. És akkor a következő, amit meg fogunk nézni, az lesz, hogy a Python környezet az hogy néz ki. Most sikerült rákattintanom valamire, ami nem kellett volna. A Python környezetekről azt kell tudni, hogy gyakorlatilag amikor felinstaláljátok a Python-t, ahogy tettétek, akkor egy Python parancsori interpreter fog felinstalálódni, és mellette van egy nagyon fapados fejlesztő környezet. Ezt hívják IDLE-nek. És emellett érdemes használni valamilyen fejlesztő környezetet. Ezek akkor igazán jók, hogyha egy picit valami bonyolultabb projektet csinálunk. Tehát valószínűleg egy egyfájlos, 10 soros program miatt nem feltétlenül érdemes egy fejlesztő környezetet elindítani. Mi, amit meg fogunk nézni, az a Visual Studio Code lesz. Most, amikor az elején a szintaxisát nézzük a Pythonnak, akkor alapvetően ezt a Jupyter Notebookot fogjuk használni, amit elindítottatok, és amit láttok nálam is futni. És utána a következő, amit meg fogunk nézni, az a Visual Studio Code lesz. Ezen kívül nagyon népszerű még ez a PyCharm, és létezik Eclipse-nek egy PyDev-es modulja, ez egyre inkább nem népszerű. Tehát ez egy olyan eszköz, ami annak idején megcsinálták nagy lelkesedéssel, és ahogy az Eclipse-nek a népszerűsége csökkent, úgy gyakorlatilag ennek a jelentősége is eltűnt. Ami fontos az, hogy aki Linux alól van, az gyakorlatilag amikor Python-t akar futtatni, akkor mindig Python 3, IDLE 3, PIP 3 parancsokat kell begépelni, mert ha lehagyja a 3-ast, akkor a 2-es környezetbe fogja magát találni. Ez valószínű fog változni idővel, mert például az Ubuntu-nak az új kiadása, ami most fog jönni április végén, az már csak Python 3-as interpretert fog tartalmazni, tehát a 2-es ki lesz belőle szedve, ez az egyik fő célkitűzésük, hogy most már nincs támogatva a 2-es széria, ez el fog tűnni. Tehát körülbelül ezek a környezetek, amit érdemes tudni. Én itt annyit megmutatnék, hogy ha elindítotok egy parancsort, akkor gyakorlatilag Windows alatt, ez nem tudom mennyire látszik, nagyon picit feljebb veszem a betűtípusát, mint egy 24-esre, így. Tehát ha van egy Windowsos parancsorom, akkor hogyha elindítom a Py parancsal tudom elindítani, utána meg kell adni, ugye ezt láttátok a leírásba, hogy milyen környezetet szeretnék, és akkor elindul egy megfelelő interpreter, ez a sima parancsoros eszközöm, és ebből quittel tudok ugye értelemszerűen kilépni. Tehát körülbelül ez, ami az alapértelmezett eszköz, ami feltelepül, és a másik eszköz, ami meg ilyen hasznos eszköz, az pedig ez az IDLE környezet, ez mindjárt elindítok egy 3.8-asat, és ide beráncigálom a képernyőre. Ugye ez, viccesen mindig azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb különbség az, hogy itt fehér alapon írunk fekete betűvel, a másiknál fekete alapra fehérrel. Komolyabban szólva, az a történet, hogy itt lehet nyitni egy egyszerű editor ablakot, és utána ezt el lehet futtatni, amit ide írok. Tehát, hogyha ide azt írom, hogy print mondjuk Hello World, akkor utána, amikor ezt elmentem és lefuttatom, akkor ezt most nem kell utánam csinálnom, csak mutatom, hogy így néz ki a lehetőség. Azért ezen látszik, hogy ez egy elég fapados környezet a körülményekhez képest. Tehát, hogy ez nem egy bonyolult, és akkor lefut. És ebbe az a nagyon hasznos, hogy utána, amikor ez lefutott, akkor
Igazából, hogyha itt állítanék be egy változót, ezt el fogom magyarázni, hogy vannak ezek a változók, most csak a környezeteddel mozom. Tehát, hogyha ez lefut itt, akkor utána, amit megkapok parancsort, akkor elérem azt, amit itt a programba alkottam. Tehát, ha itt valamihez hozzárendelem, akkor ez egy nagyon hasznos dolog, hogy itt tudom folytatni azoknak a kódoknak a kipróbálását és használását. Akkor ezektől elbúcsúzunk, és akkor a command line-omat nem akartam még kilőni. A következő, amit meg fogunk egy picit nézni, az az, hogy a Pythonban lesz két eszközünk. Az egyik eszközünk az az lesz, hogy lesz két eszközünk, az egyik, amit meg kell néznünk, az egyik a virtuális környezetek, a másik pedig maga az egyik a virtuális környezetünk lesz, a másik pedig a csomagkezelés lesz, olyan, mintha a csomagkezelés fóliám lemaradt volna. Na, ezt mindjárt megnézzük, hogy ezzel mi történt. Gyakorlatilag ez volt, amit az installációs instrukcióba végrehajtottatok, mégpedig az volt, hogy hozni kellett létre egy Python környezetet, és itt az a történetnek a lényege röviden, hogy ha kiadjátok a parancsot, ugye itt látjátok a ablakban, hogy van egy Python alap, meg egy Python alap UI, ahogy a leírásban létre van hozva. Most közösen fogunk létrehozni egy saját környezetet. Ugye azt fogom neki mondani, hogy Python 3.8, és megadom, hogy melyik változattal szeretném. Megadom neki azt, hogy ide, hogyha ezt kötőjelet beírom, akkor beírhatom, hogy 64 biteset akarok, vagy 32 biteset. Ez mind akkor érdekes, ha több változat van párhuzamosan felinstalálva. És akkor utána azt mondom neki, hogy futtatni szeretném a virtuális környezet modult, és megadom, hogy létrehozok egy demo környezetet. És egy picit azt fogom nektek megmutatni, hogy egy ilyen demo környezet az hogy is néz ki egészen közelről. Ez, amikor létrejön, akkor egy ilyen demo könyvtárat fogunk kapni. Megpróbálok bezoomolni. Ez annyira nem könnyen megy. Na így valamennyire látható. Azt fogom csinálni, hogy itt ugye lefutott a parancsorban maga ez a demo környezetnek a létrehozása, és létrejött egy demo. Ez Windows alatt egy script könyvtárba tartalmazza a binárisokat. Egyébként egy bin könyvtár jön létre, és itt tartalmazza a Python-t, tartalmazza ezt a pip nevű könyvtárat, és mindent, ami ahhoz kell, hogy egy Python kód az fusson. A másik fontos könyvtár az pedig a lib könyvtár. A lib könyvtárba található ez a Site Packages nevű könyvtár, és ide fogja berakni azokat a modulokat, amiket beinstalálunk. Az egész környezetnek az indítása az azzal fog történni, most leminimalizálom ezt az ablakot, visszajövünk ide. Tehát az történt, hogy létrehoztam ezt a környezetet, láttátok a fájlokat, amiket létrehozott ebbe a könyvtárba, és ezt a környezetet mielőtt aktívvá tenném, mesélek egy nagyon picit röviden arról, hogy milyen eszközökkel tudok, vagy hogyan tudok saját, tehát third party könyvtárakat beinstalálni. Ez úgy néz ki, hogy van egy Python Package Manager nevű eszköz, ami abban segít nekem, hogy plusz csomagokat adjak hozzá. Itt én, hogyha a saját munkagépemen kiadom a pip parancsot, és azt mondom neki, hogy az egyik az, hogy kiadom a pip parancsot, ennek az a veszélye, hogy amit éppen sikerült a környezeti változókba beállítani, az fog futni. Ha azt akarom, hogy a 3.8-as környezetemnek a felinstalált könyvtárait lássam, akkor meg kell adni a Pi-nak ezt a 3.8.64. Linux vagy Mac-en ki kell írni, hogy Python, és utána az, hogy 3.8, tehát picit más a szintaxisa a történetnek. És azt fogom neki mondani, hogy a pip-re van szükségem, és a pip az listázza ki nekem a felinstalált csomagokat, és látjátok majd mindjárt, hogy egy pár darab csomagon fel van installálva. Tehát ha van Pythonotok beinstalálva, akkor amit eddig a globális környezetbe beinstaláltatok, az itt látszik. És amikor aktiválom a virtuális környezetet, tehát azt fogom neki mondani, hogy ez a demo környezet, amit létrehoztam, ebből szeretném a script könyvtárba az Activate batchet futtatni, akkor itt megjelenik egy ilyen demo felirat, és ez a demo környezetem lesz aktív, és ha még egyszer kiadom azt a parancsot, hogy Python, itt már azért írom a Python, mert ennek a környezetnek szeretném használni a Python verzióját,
akkor azt fogjátok látni, hogy ez a két eszköz van felinstalálva. És akkor amit láttatok parancsokat, az gyakorlatilag ide tudunk mindenféle csomagot installálni. Tehát, hogyha azt mondom neki, hogy pip install request, itt van barnával egy ilyen figyelmeztető üzenet, hogy a csomagkezelőből létezik újabb, én ezzel most nem foglalkozok, csak meg akarom neked mutatni, hogy történik a csomag installálása. Tehát, hogyha azt mondjátok neki mondjuk, hogy pip install request, ilyen, láttatok elég sok ilyen képernyőt, hogyha végigcsináltátok az installációt. Az installációhoz még azt akartam nektek mondani, hogy azért csináltunk két környezetet, egy 3.8-asat meg egy 3.7-eset, mert az adott grafikus környezet, amit meg fogunk nézni, azt még nem húzták újra vagy utána a 3.8-asnak, és ez a mostani release-zel fog majd frissülni. Tehát egy ilyen pár hét hónap múlva lesz a Kivinek is egy 3.8-as változata. De addig, hogy tudjunk vele haladni, addig a 3.7-est feltettük külön, és akkor amivel most aktívan dolgozunk, az pedig a 3.8-as lesz, mert szeretném nektek a legújabb eszközöknek a feature-jeit mutogatni. Látjátok, hogy itt közben sikeresen felinstalálódott a request nevű csomag, és úgy tudom megnézni, hogy mi az, ami igazából felinstalálódott, hogy van egy ilyen show parancs. Tehát azt mondom neki, hogy Python kötőjel mpip, tehát a Package Manager modulnak a show parancsot adom ki, és azt mondom, mutasd meg a requestet, akkor ki fogja írni azt, hogy hogy néz ki ez a csomag, milyen verzió van belőle fent, hol van a homepage-e, milyen egyéb csomagok az, amik dependálnak rajta, ez a required by, és a requires az pedig az, hogy mi az, ami neki szükséges ahhoz, hogy működjön. És akkor azt fogjuk csinálni következő lépésként, hogy én most ebből a környezetből itt kilépek, hogy ez úgy fog történni, hogy azt mondom neki, hogy deactivate. És akkor megszűnt ez a környezetnek a működése. Ha később fogunk nézni fejlesztő környezetet, a Visual Studio kódot, a Visual Studio kódnak meg lehet mondani, hogy melyik környezettel dolgozzon együtt. Tehát ott be lehet állítani azt, hogy tehát ez nem csak parancsorban használható ez a környezet, hanem gyakorlatilag minden eszközt rá lehet arra beszélni, hogy az adott környezettel dolgozzon és azzal foglalkozzon. Na és akkor most megnéztük, hogy magát a környezetet azt hogy állítjuk elő. Akkor nézzünk most már tényleg Python kódokat. Itt az az ötlet, hogy mutatok nektek két példát. Az egyik ez a Hello World program. Ugye ezt tudjuk, hogy programozási nyelveket nem nagyon lehet úgy tanulni, hogy nem írunk valamilyen Hello World-öt. Az első, amit mi most megcsinálunk, az gyakorlatilag egy ilyen idiomatikus Python kód. Ezt most nem fogom részleteibe menően elmagyarázni, vissza fogunk még rá picit térni. Inkább a fő szintaktikai elemeket próbálom elmondani, hogy mi az, amit ezen rögtön látni lehet, és ami izgalmas számunkra. Az egyik dolog ebben az, hogy magán a sorok végén ugye nincsenek pontos veszők, mint más programozási nyelvekben, és az, hogy a függvény, ez egy függvény definíció felül, ez meg egy if. És az, hogy mi tartozik alá, azt ő onnan tudja, hogy mi van bekezdve. A bekezdések nagyon fontosak, a bekezdésnél az az ököl szabály, hogy szóközökkel kell bekezdeni, tehát az az ajánlás, hogy 4 darab szóközzel kell bekezdeni, és ha nem is 4 darab szóközzel kezdjük be, akkor is ezeket konzisztensen kell használni. Ilyen történelmi okokból tabulátor használatát engedi, de ez erősen ellenjavallott. Tehát a tabulátorokkal csak magunkat tudjuk igazából kényelmetlen helyzetbe hozni, mert nem lehet megkülönböztetni ránézésre, hogy mi az, ami tabulátor, mi az, ami szóköz, és mivel a tabulátor definíció szerint nincsen megmondva, hogy egy tabulátor az hány szóköz, hanem ez mindig a környezet beállításától függ. Ezért innentől kezdve a Python nem engedi olyan értelembe keverni őket, hogy szóközökkel nem lehet kiváltani tabulátorokat. Tehát ha valahol egy tabulátorral bekezdtem, akkor az azt jelenti, hogy az alatta lévő ugyanolyan bekezdéseket is tabulátorral kell csinálni, vagy ha netán elkezdeném őket keverni, hogy tabulátor és szóköz, akkor pedig előrtetni fogja azt, hogy ezt a mintát kell követni, hogy egy tabulátor, egy szó köz, vagy valami ilyesmi. De a legegyszerűbb, ha ezt az egészet elfelejtjük, és azt mondjuk, hogy 4 szó közt kell használni. Szuper! Ott jártunk, hogy a Hello World, na ez a programozási kurzus, hogy a Hello World-et se sikerült elmagyarázni.
Szóval, hogy ezt néztük, ezt a pásoros Hello World kódot, ami egy picit egy ilyen túlbonyolított Hello World, mert egyébként, ha szeretném, akkor igazából Pythonban meg lehet oldani ezt a Hello World-ot ennyibe. Tehát ha azt mondom neki, hogy Hello World, akkor igazából ez gyönyörűen működik. Itt igazából azért csináltam ezt a pici bonyolítást, egyrészt, hogy Pythonban ez a if name egyenlő main, ez a feltételes része, ez egy ilyen bevett szokás. Ez majd mesélni fogok ennek mi a jelentősége. Körülbelül valami olyasmiről szól, hogy csak akkor fusson le ez a kód, hogyha ez a file ez direktbe van futtatva, és nem mint modul van importálva vagy felhasználva. A következő pedig az, hogyha ugyanez ez a main példa, egy picit még jobban megcsavarva. Beszéltem egy olyan negyed órája vagy 20 perccel korábban arról, hogy lehet típusokat feljelölni. És itt láthatjátok azt, hogy a main függvényben feljelöltem azt, hogy a névnek a típusa a string, és a visszatérési értéke az none, ez a, hogy nincs visszatérési értéke, tehát ez gyakorlatilag kiír valamit a képernyőre. És azt is látjátok, hogy itt van egy dokumentum stringje, ami ledokumentálja ezt a függvényt. Ha ezt lefuttatom, ez pontosan ugyanazt csinálja, mint itt ez az első soros a legelső példánál. És azt akartam nektek megmutatni, hogy erre picit majd vissza fogunk térni, hogy ezek az eszközök, tehát amikor létrehozok egy függvényt, és kap egy ilyen dokumentáció stringet, akkor ez arra jó, hogy a rendszer tud nekünk segíteni innentől kezdve. Tehát ha azt mondom neki, hogy help main függvény, akkor azt fogja mondani, hogy ez a main függvénynek ez a használati módja gyakorlatilag. Tehát ez gyakorlatilag ilyen beépített dokumentációnak lehet használni, és meg tudjátok könnyíteni a kollégáitok dolgát. És akkor a minden programozási nyelvnek a bemutatásánál el szoktunk jutni oda, hogy típusokról beszélünk. És szerintem most tartanék, ugye kb. 40 perce tart ez a dolog. A típusoknál szerintem most ez egy jó pont ahhoz, hogy tartsunk egy 5 perces szünetet, és 45-kor pontosan folytatjuk. Jó? Ha valakinek van valami technikai kérdés, akkor bátran írjon a chatbe, mielőtt elkezdjük a következő session-t, akkor el fogom olvasni, vagy röviden válaszolok rá. Lassan kezdődik a következő session, még van belőle körülbelül egy percünk. A Józsefnek van egy kérdése. Arra az a rövid válasz, hogy itt fent láttok vagy látsz egy URL-t, egy Google Drive URL-t. Innen lehet leszedni azt a ePython vagy Jupyter Notebookot, amit használunk. És az lesz a különbség, hogy nektek, hogy nálatok itt a fólia, ennek a képek helyett gyakorlatilag ilyen placeholderek látszódnak, és van külön egy PDF, amiben megtaláljátok ezeket a fóliákat. Ami eddig kimaradt igazából az volt, hogy ezt mindjárt áthúzom ide. Az az volt, ami kimaradt, hogy van egy PDF-etek, és aha. És itt nekem az maradt ki, hogy létezik egy diánk, ami úgy néz ki, hogy 9-es. Ez egy picit még a formázásra egy pár gondolat. Ezt megtaláljátok ezt is a PDF-be, amit kaptatok. A Józseftől annyi kérdésem lenne, hogy láttam írt a chatbe, hogy akkor ez így elég információ volt, hogy itt van a Google Drive, ott van a Jupyter Notebook, és azt kell megnyitni, és ez így oké lesz. Ha ez oké, akkor egy okét majd kérek szépen a chatbe. Jó, tehát hogy egy picit arról akartam még beszélni, hogy itt mutogattam nektek
az első pici Python programunkat, ami a Hello World volt, és ahhoz akartam még annyit hozzáfűzni, hogy egy formáz, hogy az, hogy egy Python kódnak hogy illik kinéznie szépen, azt egy PEP 8-as dokumentum írja le. Ez a PEP, ez a Python Enhancement Proposal-nak a rövidítése. Tehát ez a PEP 8-as, ez arról szól, hogy hogyan, ez egy kódolási standard arról, hogy hogyan érdemes Python kódot formázni. És itt nagyon pár alap dolgot szedtem össze, az, hogy a változó neveket, a függvény neveket hogy érdemes formázni, vagy hogy kell formázni, vagy mi az ajánlás rá. A függvény neveket és a változó neveket alapvetően úgy írjuk, mint C-ben, tehát kisbetűvel, és ha különböző szavak vannak, akkor azokat alsó aláhúzással válasszuk el. Az osztályneveket pedig úgy írjuk, mint Jávába, tehát ilyen nagybetűvel kezdjük a nevüket, és kemölkézzel, tehát hogyha egybe kell írni több szót, akkor a szavakért úgy látjuk, hogy mi következik, hogy gyakorlatilag nagybetűvel kezdődik a következő szó, és kisbetűvel folytatódik a szónak a többi része. Ha valami konstans, akkor az csupa nagybetű értelemszerűen, de a Pythonnak nincsen külön eszköze konstansra, tehát praktikusan minden változó, tehát nincs olyan, hogy egy névhez hozzárendelek valamit, és az fix, de a jelölése annak, hogy valamire az a szándékom, hogy nem akarom változtatni, az a csupa nagybetűs történet. És a bekezdés négy szó közre pedig már elég részletesen beszélünk. Beszéltem. Oké, nézzük a következő lépést. Ez pedig a típusok lesznek. Gyakorlatilag Pythonban ezek a beépített típusok, amit itt láttok. Tehát a nyelvnek a magjába ez a gyakorlatilag 11 darab típus létezik, ugye? Tehát a 2, 4, igen, 11. És ez egy fontos célkitűzése volt a Pythonnak, hogy az egyszerűséget ezzel is megtartja, hogy minél kevesebb lehetőséget biztosít egy csomó választásnál. És ennek egy pár az egyszerűbb típusokat fogjuk most első körbe megnézni, és gondolom néztétek a tematikát, hogy lesz a két alkalom múlva, tehát jövő hét csütörtökön fogjuk megnézni a maradék típust, amivel most nem foglalkozunk. Most az egyszerű típusokat fogjuk megnézni, a számokat, a stringből fogunk egy nagyon picit nézni, de azt nem nézzük meg nagyon részletesen, most ez majd szintén jövő csütörtökre marad, és a listát fogjuk nagyon részletesen megnézni, most egy picit az összetett adatszerkezetekkel is foglalkozzunk. És akkor az értékadás az úgy történik, hogy gyakorlatilag ugye itt mindig ebbe a notebooknak a futtatása úgy történik, hogy van egy cellám, és Shift-Enter-t ütök rajta, akkor elméletileg az lefut. És itt azt csináltam, hogy két sor van, mindig az utolsó sornak az eredménye, hogyha olyan számolás van, aminek egy eredményértéke jön vissza, tehát a type-nál van visszatérés érték, akkor kiírja ezt, tehát végigmegyünk a típusokon, hogy néz ki. Ugye ha sima egész számok vannak, az lesz az integer. Az egész számokról azt illik tudni, hogy ők gyakorlatilag objektumok lesznek, tehát Pythonban minden objektum, ezt majd mindjárt picit részletesebben megnézzük, de most azt kell tudni, hogy gyakorlatilag amikor azt mondom, hogy A egyenlő mínusz 1, akkor az történik a háttérben, hogy létrejön egy egész számnak megfelelő objektum, aminek mínusz 1 az értéke, és az A mint címke, ez egy referencia lesz erre az objektumra. Tehát nem az történik, mint más programozási nyelvekben, hogy van valahol a memóriában, egy rekeszembe beíródik egy valamilyen reprezentációja az értéknek, hanem ezek a különböző betűk, ezek vagy változó nevek, ezek igazából mindig címkék, amik egy valamilyen objektumra mutatnak. Tehát ezek mindig gyakorlatilag referenciák, amik egy adott objektumra fognak mutatni. És ennek a típusa egész szám lesz. A következő típus, amit megnézünk, az a lebegő pontos szám. Az előbb még lehagytam, tehát az egész számnál még azt kell tudni, hogy az egész számnak tetszőleges felbontása van. Tehát ha ide én azt mondom neki, hogy és írjatok be valami random számot, ne próbáljátok ezt innen lemásolni, mert felesleges, akkor ez ugyanúgy le fog tárolódni. Tehát ha azt mondom neki, hogy ezt írja vissza, akkor ez jól látszik, hogy ez nem egy 32 bites érték. Egy picit többet írok bele, akkor még az is látszik, hogy ez nem egy 64 bites érték, hanem egy picit nagyobb. Nyilván minél nagyobb a szám, és minél több byton tárolódik, annál macerásabb lesz ennek a kiszámolása, tehát ilyen nagyon hosszú számokkal elég egész lassan tud számolni már a végén a Python, de hogy elméletileg ez egy tetszőleges
méretű egész számot tud eltárolni. Előjeles egész számot tud eltárolni. Ez is fontos, hogy előjeles. A következő, amit meg fogunk nézni, az az, hogy a levegőpontos számok hogyan néznek ki. Ezekben mindig van valahol egy pont, és akkor innentől kezdve tudni fogja, hogy ez levegőpontos. Hogyha azt szeretném, hogy ez egy, hogy mondjuk az egy az legyen levegőpontosan tárolva, akkor egyszerűen egy pontot teszek utána, és tudni fogja innentől kezdve, hogy ez levegőpontos. A formázásról picit azt akartam mutatni, hogy ha van egy számunk, ami ilyen hosszú, és szeretnénk azt jelölni, hogy hol vannak ebbe igazából az elválasztások, akkor ilyen alsó aláhúzással lehet csoportosítani, ez gyakorlatilag eldobja a Python. A következő típusunk az a komplex számok lesznek. Ez gyakorlatban, nem tudom, hogy használ-e valaki komplex számot, úgyhogy csak nagyon röviden megemlítem, ugye ez az a történet középiskolában talán emlékszünk rá, hogy ha mínusz egyből szeretnénk gyököt vonni, akkor azt nem tudjuk ábrázolni egész számokkal, mert a mínusz egynek a gyöke az valami furcsa dolog lenne, mert ugye mindig, hogyha egy adott, tehát ha egész számot valahogy négyzetre emelünk, akkor az soha nem lesz mínusz egy, és akkor erre találták ki a mínusz a komplex számokat, és úgy tudjuk leellenőrizni, azt mondjuk neki, hogy van ez a C számunk, és ezt négyzetre emeljük, ez a két csillag a négyzetre emelés, akkor ő mínusz egy lesz. Ezt egy picit meg fogjuk még részletesebben is nézni. Ami itt előjön, hogy beszéltem arról, hogy itt igazából minden objektum, tehát hogy a komplex szám is egy objektum, és az objektumoknak úgy tudjuk elérni a különböző mezőit, tehát az adatelemeit, hogy egy pontot teszünk a változónév után, és a változónév után ennek az adott adatelemnek írjuk be a nevét, tehát ez így néz ki, hogy ez a, ugye a C volt az úgy nézett ki, hogy 0 plusz 1J, és ez áll egy úgynevezett valós részből, meg egy képzetes részből, és ugye a képzetes rész volt az 1, az egész része meg 0. Tehát így tudjuk ezeket elérni. Pythonban azt a jelölést, amikor azt mondjuk neki, hogy egy valamilyen változónév pont valami, akkor ezt az adott változónévnek az attribútumainak hívjuk. Tehát amikor az attribútum Pythonban az csak annyit jelent, hogy valamilyen objektumnak a valamilyen eleme utána. Tehát ez az elem, ez nem feltétlenül adott elem, ez lehet függvény is, vagy ugye Python ezt metódusnak hívják, amit picit megnézzük részletesebben, de hogy gyakorlatilag, ha teszünk egy ilyen pontot, és utána adunk egy változót, az azt jelenti, hogy a C változó név által jelölt objektumnak kérem el a real változóját gyakorlatilag. Csak ennyit nagyon röviden erről, ugye ezt most visszaellenőriztük, hogy tényleg mínusz egyet kapunk. És a következő típus, amit megnézünk, az a logikai típus lesz. Ez a booleannak megfelelő, angol booleannak megfelelő, ugye boolnak hívja a típust a Python. És az a történet itt, hogy a D az egyenlő lesz egy igaz értékkel. A boolean változók azok mindig igazat vagy hamisat vesznek fel, és ezt minden esetben nagybetűvel, true-val és false-szal írjuk, tehát az ellenkezője ennek az, hogy false. Tehát ez a szintaxisa neki, hogy mindig nagybetűvel írjuk ezeket. A következő, ami fontos típus, az ugye a string lesz, vagy karaktersorozat más néven. Ugye ennek str maga a típusnak a jelölése. Itt azt csináltuk, hogy az e az egy hello world volt. És a stringnek van egy testvére, ezek a byte-ok, ami ugyanúgy, mint a string, az egy read-only. Tehát a Pythonban a string az egy csak olvasható, angolul ugye immutable-nek hívjuk, tehát ez egy csak olvasható adattípus. Eddig, amiket néztünk, ez mind csak olvasható adattípus volt gyakorlatilag. És gyakorlatilag ez a byte és a string között az a nagyon fontos különbség, hogy a string az mindig Unicode-ból áll. Tehát ezek gyakorlatilag ilyen több byte-on tárolható karaktereket is tud tartalmazni. És ő mindig a Pythonon belül Unicode karakterként, tehát UTF-8-ként tárolódik, majd UTF-8-ként kezeli, majd arra picit mondok többet, hogy ez hogyan is tárolódik igazából.
És a bájtok azok pedig olyanok, aminek a karakterei csak a ASCII kódtáblának a nullától 127-ig lévő elemeit tartalmazhatja karakterként, illetve nyilvánvalóan 255-ig bármit tartalmazhat. Tehát, hogy ezek gyakorlatilag bájtoknak a sorozata, és ez is csak olvasható. A bájtnak is van egy tesója igazából, egy párja, ez a byte array. Na, ő már egy becsületes byte tömb, amiben tudunk írni, és ezt tudjuk módosítani. Tehát ez a G, ez egy byte tömb lesz. És akkor utána egy picit megnézzük a Pythonnak az összetett adattípusait. Itt igazából ez egy ilyen 4 plusz 1-es játék. A következő az a lista. Ez gyakorlatilag elemeknek a felsorolása. Ugye azért adatszerkezet, mert ha van egy olyan objektum, ami további adatelemek vannak benne, vagy további objektumok, és ezeknek valamiféle szerkezete van, ugye a listánál egy ilyen egymásra következőség van definiálva, akkor ez igazából így működik. A Pythonban a listánál nagyon fontos az, amit beleteszünk elemeket, azok gyakorlatilag referenciák. Tehát itt látjátok a példába, azért ezt a példát hoztam, hogy Pythonban gyakorlatilag lehet keverni az elemeket, tehát ebbe egy szám van és egy string van. Ez egy nagyon fontos dolog. Gyakorlatilag ez tetszőlegesen változtatható egy lista, és tetszőleges típusú elemeket lehet beletenni, és tetszőleges mennyiségű elem kerül bele. Az adatszerkezet mögött egy picit majd mesélni fogok később, hogy mi van mögötte. Van a listának egy párja, ezt úgy hívják, hogy tuple, ugye magyarul csúnyán n-esnek fordítjuk, ugye ez amikor n darab elem áll egymás mögött. És erről azt kell tudni, hogy gyakorlatilag egy read-only lista, tehát ez egy immutable lista lesz, ennek fix a mérete, ezt ha egyszer létrehoztuk, akkor utána nem lehet se az elemeit, se a méreteit megváltoztatni. Itt nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ha olyan elemei vannak, amik egyébként változtathatók, nem illik ilyet beletenni, de ha olyan elemei vannak, amik egyébként változtathatók, akkor értelemszerűen nem tudja befolyásolni azt, hogy az a változtatható elemmel mit csinálunk, de maga a lista, ami azt tartalmaz, hogy hány darab elemből, és ezek hol, tehát hogy hány darab elemből áll, és ezek mik ezek az elemek, azt már későbbiekben nem tudjuk módosítani. És akkor van még három darab adatszerkezetünk. A következő nagyon fontos adatszerkezet, és talán a második legfontosabb adatszerkezet Pythonban, az a dictionary lesz. Ez gyakorlatilag egy szótár, vagy más programozási nyelvekben mapnek is szokták hívni, ez egy hash map gyakorlatilag megvalósítás szempontjából, és ez azt jelenti, hogy egy kulcshoz fogok hozzárendelni egy valamilyen értéket. És itt is gyakorlatilag tetszőleges kulcs típusok lehetnek, és tetszőleges érték típusok lehetnek, és ez teljesen vegyesen lehet kombinálni. A utolsó előtti, amit megnézünk, és akkor lassan ezek a felsorolásnak a végére érünk, az pedig a halmaz lesz. Tehát ha úgy adok meg egy dictionary-t, vagy egy szótárat, hogy nem adok meg csak kulcsokat, tehát nem tartoznak hozzá értékek, akkor ez egy halmaz lesz, ami úgy viselkedik, mint a megszokott halmaz szerkezetünk. A rákövetkező szerkezet utolsó pedig a úgynevezett frozen set, ez gyakorlatilag egy nem módosítható halmaz lesz, és ez a nem módosítható halmaz, ez arról szól, hogy ha szükségünk van valahol kulcs adatszerkezetre, tehát például egy dictionary-be szeretnék beletenni valamilyen kulcsot, akkor a kulcsnak az a szabálya, hogy ő neki nem módosíthatónak kell lenni. Tehát például a halmazt azt nem használhatom itt a dictionary-be kulcsként, még a frozen setet azt használhatom. Tehát az a lényeg, hogy gyakorlatilag ezzel tudok létrehozni egy nem módosítható halmazt. Tehát körülbelül ezek nagyon röviden a adatszerkezetek, amik be vannak építve a Pythonban, és gyakorlatilag ezzel a 11 adatszerkezettel szinte minden probléma megoldható. És akkor, ha megnéztük ezeket az adatszerkezeteket, akkor egy picit arról fogok beszélni, hogy a Pythonban milyen beépített függvények vannak. Ez egy érdekes dolog egyébként, mert ha megnézitek a Pythonnak a dokumentációját, akkor van egy ilyen bekezdés, hogy beépített függvények, és ott van osztálytól kezdve minden, tehát ugye beépített függvény alá vette a különböző alaptípusoknak a konstruktor, tehát az osztály neveit is, mert úgy hasonlóan viselkednek. De hogy gyakorlatilag itt most megnézzük a fontosabb beépített függvényeket, és itt próbálok olyan dolgokat mutatni nektek,
ami így érdekes lehet, tehát hogy ami nem egy ilyen megszokott dolog, vagy amire az ember így azt mondja elsőre, hogy hú, ez tényleg így működik-e. Most az abszolút érték az pont nem ilyen. Az abszolút érték az csak arra mutatom, hogy így néz ki a sima függvényhívás Pythonban, ez más programozási nyelvekben megszokottakhoz hasonlóan, ugye van a neve és utána egy ilyen kerek zárójel. Na most a következő, amit megnézünk, az a kerekítés, hogyha ugye simán átalakítanék egy 1,5-öt egy valamilyen egész számmá, akkor általában csonkolunk alapvetően, tehát egyes fog maradni. És ha azt szeretném elérni, hogy ebből egy olyan érték jöjjön vissza, ami kerekítve van szabályosan, akkor ugye ezt a round függvényt tudjuk használni. És ami izgalmas itt, és így érdekes, az az, hogy mik a kerekítési szabályok Pythonban. És ugye magyarban a 2,5-öt azt 3-ra kerekítenénk. Most Pythonban az van, hogy a kerekítés mindig a legközelebbi páros szám fele történik. Ezt azért fontos tudni, mert ha pénzügyi adatokkal dolgoztok, akkor nem lebegőpontost használunk, és nem ezt a kerekítést használjuk, hanem meg fogom mutatni, hogy milyen eszközöket használunk ebben az esetben. De hogy azt jól érdemes megjegyezni, hogy pénzügyi adatok tárolására nem alkalmas a lebegőpontos szám. Tehát ez a float, amit az elején néztünk, amilyen tizedes tört formában jelenik meg, ez nem alkalmas pénzügyi adatoknak a tárolására. A következő művelet ez a POV mint beépített függvény, ami megmondja, hogy milyen számnak hanyadik hatványára akarok valamit emelni, és ez gyakorlatilag, nem tudom miért 35-öt írtam, nem mindegy, és itt azt fogjuk megcsinálni, hogy megnézzük, hogy hogy néz ki ez a függvényhívásnak az eredménye, illetve megnézzük, hogy van egy ilyen beépített operátorunk, ez a csillag-csillag, ez a hatványozás operátorunk, és ugye ugyanaz a mind a kettőnek az eredménye. Itt szándékosan most ugye egy ilyen tört hatványra emeltem, de hogyha mondjuk simán 2 a harmadik, az ugye 8-8, akkor egész számot fogunk visszakapni. Tehát itt ez az ötlet. Ami itt még izgalmas a jelölésbe, az az, hogy ha tesztek egy vesszőt bárhol, ahol kifejezéseket értékeltek ki, akkor ez azt jelenti, hogy itt egy ilyen n-est fogtok visszakapni, ez a tuple típus jön vissza, és így lehet nagyon egyszerűen azt megcsinálni, például, hogy van egy függvényetek, és vissza akartok térni több értékkel, akkor egyszerűen gyakorlatilag a szintaxisba be van építve ez, hogy bárhol, ahol egy érték állhat, ott vesszővel elválasztva számi állhat több érték, és ebből automatikusan egy ilyen csak olvasható, egy ilyen immutable lista fog keletkezni, amit ugye n-esnek hívunk, vagy magyarul n-esnek hívunk, angolul tuple-nek. És akkor a függvényekből, amit következő párt megmutatnék, ez ugye már nem matematikai függvény, de most egy cella miatt nem csináltam itt egy ilyen bekezdést fölé, egy feliratot hozzá. Ez gyakorlatilag a két konzolra való beolvasás és kiírás függvényünk, az egyik az input, a kiírás pedig a print. A printet azt nagyon sűrűn szokták használni. Ezek gyakorlatilag olyan függvények, aminek úgynevezett mellékhatása van. Tehát nem az a szerepe ezeknek a függvényeknek, hogy visszaadnak valamit, hanem tehát egy paraméterből kiszámolnak valamit, és ezt visszaadják, hanem az a feladatuk, hogy a környezetből valamit beolvasnak, és van valami mellékhatásuk. És akkor ez ugye megkérdezi azt, hogy mi a, még mindig a Hello World-nél akadhatunk le. Ez gyakorlatilag, ha lefuttatjuk, akkor az történik, hogy bekér egy nevet, és kiírja ezt a nevet. Itt jól láthatjuk, hogy például a stringeket is össze tudjuk adni, ez gyakorlatilag a konkatenációja a stringeknek. A következő pont, amit megnézünk, az lesz, hogy ilyen különböző konverziós függvényeket fogunk megnézni. A beépített függvényekből ugye a CHR az, ami megmondja, hogy az adott karakterkódhoz milyen karakter tartozik, és utána pedig a fordított irány az ordal megy. Ez nyilvánvalóan, hogyha itt egy string szerepeltető, Pythonban nincsen karaktertípus külön. Gyakorlatilag, amikor egy karaktert várunk valahol, az egy egyenlemű stringet szeretnénk beolvasni, és gyakorlatilag ezt kezeljük karakterként, ez egy egyszerűsítés más nyelvekhez viszonyítva, nagyon sokszor van egy ilyen egy bájtos reprezentáció, vagy valamilyen karakternek megfelelő reprezentáció, na Pythonban nincs. És így gyakorlatilag az a történet, hogy az A-nak ugye a kódja a 65, hogyha ez itt egy valamilyen string lenne, és nem karakter, akkor ugye típus hibát fogunk kapni, hogy egy darab karaktert várt volna. Van három függvény, ami stringet csinál egy adott számból, egy decimális számból.
Ugye itt, amin elindulunk, ez egy bináris reprezentáció, tehát 15 ugye az úgy jelenik meg, hogy kettes számrendszerben 1-1-1-1-1 gyakorlatilag, és ennek az eredmény, ez gyakorlatilag a 15-nek az eredménye. Ez, amit visszajön, ez egy string lesz, tehát ezt gyakorlatilag ki tudjuk írni. Ez nem valami speciális formátum jelenik meg, ez egyszerűen csak azért, hogy olvasható legyen az, hogy binárisan hogy néz ki egy adott szám. A következő az a 8-as számrendszer, ezt nem tudom, használ-e valaki, vagy használta valaki valaha 8-as számrendszerbeli jelölés. Ez igazából csak arra demóít felül, hogy a 8-as szám az ugye a 7-es számig van megengedve 8-as számrendszerből, és akkor a 8-at írok be decimálisan, 10-es számrendszerből az automatikusan 1-essel kezdődik. Ami relevánsabb gyakorlatból az a hexadecimális, tehát a 16-os számrendszerbe való jelölés. Ez ugye azért nagyon kényelmes, mert egy byte-ot azt ugye két 16-os számrendszerbeli számként tudok felírni. Tehát a legnagyobb egy byte-os érték az a 255, azt itt látni fogjuk, hogy FF, ugye itt az F az a 15-ös számjegynek felel meg gyakorlatilag. Érdekes még megjegyezni az, hogyha van egy számunk mondjuk, és ezt szeretnénk formázni, akkor van egy format beépített függvényünk, ami gyakorlatilag itt egyszer megadjuk a változónak a nevét, és utána pedig van egy úgynevezett string formázó mini nyelv, ami különböző jelöléseket lehet neki megadni, hogyha pluszt leveszem, akkor nem tesz elé előjelet. De szóval gyakorlatilag meg lehet adni neki azt, hogy hogy nézzen ki az adott szám, hogy legyen formázva stringbe. Ez nem csak számokat lehet formázni, hanem stringeknél is lehet például ilyet, hogy mennyivel legyen kitöltve, stb. Ezt meg fogjuk részletesen nézni majd, amikor a stringeket tárgyaljuk. Típus konverzió. Ezek gyakorlatilag, nem tudom, eddig van-e kérdésetek esetleg? Tehát, hogyha mielőtt tovább mennénk a típus konverzióra, én veszek egy nagy levegőt, ti meg ha gondoltok, akkor a chatbe írhattok, hogyha van az eddigiekhez kérdés. A következő az a típus konverzió. Ez úgy történik, hogy gyakorlatilag megadom a adott típust, amire próbálunk konvertálni. Az int az egy egész szám, de próbáljuk konvertálni. Ugye itt egy stringet, tehát egy karaktersorozatból próbálunk számot csinálni, míg a másiknál egy logikai kifejezésből csinálunk egy valamilyen számot. A logikai kifejezésnél ugye az van, hogy a true-ból lesz 1-es, és a false-ból lesz 0, és a számoknál pedig az történik, hogyha itt valamiféle egyéb karakter áll, mondjuk a betű, akkor alapból hibaüzenetet kapunk, de ha ügyesek vagyunk, akkor rá tudom venni a környezetet arra, hogy itt vesszővel meg lehet neki adni azt, hogy milyen számrendszerbeli számként kezelje, ami itt van. És innentől kezdve ez nem egy 123 lesz, hanem egy 16-os számrendszerbeli 1230A, tehát ugye az A az a 10-es számjegynek megfelelő számjegy lesz, és a 16-os számrendszerben reprezentálom, tehát ez gyakorlatilag így fog kinézni. Ez egy elég flexibilis dolog, tehát hogyha én kitalálom azt, hogy nem tudom, hogy valakinek valaha ilyenre szüksége volt, de ha azt mondom, hogy ez 11-es számrendszerben legyen ábrázolva, akkor azt is engedi. Tehát itt gyakorlatilag tetszőleges számrendszert tudok neki megadni. És a false meg ugye nullára értékelődött ki. Na nézzük a következő konverziónkat. Azt csináljuk, hogy stringet csinálunk egy adott számból. Itt semmi más nem történik, mint ahogy Pythonban leírjuk, ennek a formázása történik meg gyakorlatilag. Tehát ebből létrejön egy karaktersorozat. Itt semmi varázslás nincsen. És akkor a bool-nál meg az a történet, hogy ha valami nulla, tehát ha egy üres stringünk van, akkor az false lesz. Bármilyen egyéb string, tehát hogy itt azt írom be, hogy false így, akkor abból is true lesz. Tehát itt azt fogja megnézni, hogy a string az üres-e vagy nem, és a számnál pedig azt fogja megnézni, hogy nulla vagy sem. Tehát a kettes az már egész szám. Tehát gyakorlatilag tetszőleges szám az igaz lesz, hogyha nulla, akkor hamis. És stringnél meg az, hogy tetszőleges string az igaz, és hogyha üres, akkor hamis. Tehát ez a két kombináció van. És akkor most elérkeztünk egy olyan részre ezekbe az anyagban, ahol jön ez a mantrám, amit fogok többször mondani, hogy Pythonban minden objektum. És ezt két példán keresztül fogom nektek bemutatni. Az egyik az az, hogy létrehozok egy komplex számot, ez ugyanaz, mint az előbb írtuk, gyakorlatilag
indiferens, hogy ide írok-e nullát vagy nem, és a másik pedig egy karaktersorozat lesz. És azt tudom megnézni, hogy ezek valóban objektumok, hogy gyakorlatilag ki tudom ezeknek írni az azonosítóját. Tehát minden objektum, ami létrejön a memóriában, van egy egyedi azonosítója. És a karaktersorozatnál, ezek gyakorlatilag memória címeknek felelnek egyébként meg. Tehát gyakorlatilag a memória címe lesz egy adott, és ez egy adott objektum, amikor létrejön, akkor ez az azonosító többet nem változik. Tehát így néz ki egy objektum. Na most ezt néztük egy picit korábban már, hogy a komplex számnak ugye meg lehet nézni az egész részét, ez a real attribútum mutatja, és ugyanúgy, mint objektum, le lehet kérdezni az adott osztályhoz tartozó leírást, tehát ez a dokumentáció stringje gyakorlatilag. Itt jó sok mindent felsorol. A legfontosabb, amit ebből meg kell jegyezni, az az, hogy Pythonban lesznek ilyen dupla aláhúzásos nevek. Ezeknek mindig valami kitüntetett szerepe van. Tehát ezek azért szerepelnek ilyen dupla aláhúzással, mert ezek valamiféle rendszerváltozók, és mi nekünk ilyen nevet nem illik megadni. Tehát azt mondja a Python, hogy aki fejleszt Pythonban, az ne használjon saját változó nevek jelölésénél dupla aláhúzást kezdésnek és zárásnak. Ha kezdésnek van használva, annak van egy bizonyos jelentése, most nem mennék bele, ez valamikor a következő, ez kedden fogom felfedni, hogy ez igazából mit is csinál, vagy mi is a jelentése annak. És azt kell tudni, hogy vannak ezek a úgynevezett speciális metódusok, tehát ezek ilyen. Ezek is gyakorlatilag két speciális, vagy akár egy függvény tartozik ehhez az objektumhoz, ez a konjugét, és tartozik hozzá két adatelem, ez az attribútum, ez a képzetes és az egész része, ugye ez volt amit eddig néztünk. Menjünk egy picit tovább. A karaktersorozaton jól látszik az, hogy például a karaktersorozat alapvetően nincsen olyan attribútuma, ami valamilyen minden példányváltozó lenne, hanem gyakorlatilag adatattribútum lenne. Ezt a két kifejezést használja a Python, hogy adatattribútum vagy példányváltozó, ez a kettő, ami a dokumentációban meg. Tehát ez ugyanazt jelenti igazából, csak az egyik más programozás. Tehát a példányváltozót az alapvetően más programozási nyelveknél használják, a Pythonban pedig az adatattribútum az, ami a elterjedtebb nevezés, de nem konzisztens maga a hivatalos dokumentáció se. Szóval most megnézzük azt, hogy volt ez a karaktersorozatunk, most egyelőre ezt kitörlem innen, és ha ezt lefutatom, akkor ugye ez egy hello volt, és ugye meghívom rajta az upper nevű függvényemet. Ha egy objektumonnak van egy saját függvénye, akkor azt metódusnak hívja a Python, csak ilyen elnevezésnyi nüansz. Egyébként én majd ezeket néha ilyen felcserélve használom, de a függvény az, ami úgy önmagában áll függvény, a metódus pedig az, ami egy objektumhoz tartozó függvény, vagy igen, egy objektumhoz tartozó függvény gyakorlatilag. És a karaktersorozatnak majd fogjuk látni, hogy van rengeteg ilyen függvénye, egy ilyen 10-20 darab függvénye van neki. Azt az állításomat, hogy Pythonban minden objektum, azzal is meg tudjuk nézni, hogy megnézzük, hogy a karaktersorozat az valóban egy objektumnak a példánya, és azt fogja mondani, hogy valóban objektumnak a példánya, illetve azt mondom, hogy az int, mint típus, mert ugye ezeket mindig eddig típusnak hívtam, a Pythonban a típus és az osztály az két felcserélhető fogalom, tehát a Pythonban az osztály az egyenlő típus gyakorlatilag, ez kontextustól függően használunk más-más elnevezést, de gyakorlatilag az osztályok, a típusok és a típusokat osztályokkal írjuk le, tehát ez fontos megjegyezni, ez a két fogalom ez ugyanaz gyakorlatilag. Tehát a típus és a osztály fogalom az egybeesik Pythonban. Nem mindig volt így, de a hármas Pythonban ez a történet, és akkor megnézzük azt, hogy az int típus, vagy int osztály az objektum osztálynak tehát hogy abból utána objektum lesz-e, és akkor azt mondjuk, hogy igen, az egy object. Jó, még egy dolgot akartam nektek mutatni a karaktersorozatok kapcsán, hogy van egy ilyen dir függvényünk, ezzel le lehet listázni, hogy adott objektumnak milyen metódusai vannak, ugye itt az elején vannak, amit itt láttok, ezek az úgynevezett speciális metódusok, ezzel most nem foglalkozunk, és akkor ezek meg a stringre jellemző ilyen különböző metódusok, amiket majd meg fogunk nézni egy picit részletesebben, tehát ugye lehet azt mondani neki, hogy kisbetűvel írjam, lehet azt mondani neki, hogy nagybetűvel, ez a kettő volt, amit eddig kipróbáltuk.
És akkor most, hogy átnéztük azt, hogy milyen fontosabb beépített függvények vannak, eljutottunk oda, hogy egy picit a listákkal fogunk foglalkozni. A listákról azt érdemes tudni, hogy... Na, hol van az egerem? A listák, mint adatszerkezet úgy helyezkednek el a memóriába, hogy gyakorlatilag a Python foglal neki egy tömböt. Tehát ő nem egy láncolt lista, ő egyszerűen egy tömb, ami egy referencia tömb. Tehát az elemek azok nem a listába tárolódnak, hanem a listába alapvetően hivatkozások tárolódnak az objektumokra, és gyakorlatilag a Python lista az úgy néz ki, hogy mindig egy tömb lesz. Mi ennek a következménye, hogy a Pythonban ugye egy tömb van? Ha belegondolunk abba, hogy lefoglalunk egy ötelemű tömböt, akkor ha ahhoz akarunk írni egy hatodik elemet, akkor az úgy történhet, hogy foglalunk egy újabb tömböt, ami már hat elemű, és átmásoljuk az alsó ötelemet. Most Pythonban ez úgy megy, hogy rendszer szinten be van állítva, hogy mi az a tömb méret, amit ő automatikusan foglal. Tehát ha mondjuk próbáltok foglalni, ez változatonként változhat egyébként, de hogyha mondjuk van egy valamilyen listánk, ami öt elemű, akkor ahhoz nagy valószínűséggel mondjuk foglal egy ilyen 24 darab referenciából álló tömböt a memóriába, és akkor egészen addig, amíg a 24 darab elemet el nem érjük, addig gyakorlatilag ugyanabba a tömbbe rakja, és van egy ilyen számláló, megmondja, hogy hány elemű a tömb, amit ő növel. Tehát addig nem kell másogatni, és amint eljutunk odáig, hogy hozzá akarjuk adni a 25. elemet ehhez a 24 elemű tömbhöz, ami gyakorlatilag 24 van a memóriában, akkor már nem tudja beletenni, és akkor azt fogja csinálni, hogy foglal hozzá még 8 elemet, és akkor a következő foglalás, amit csinál, az az, hogy lesz egy 32 elemű tömbünk, amiben 25 elem lesz. És ebből az látszik, hogy gyakorlatilag mindig, amikor egy ilyen bővítést lépünk, akkor fog egy picit több ideig tartani a bővítési lépés, mert akkor kell foglalni egy újabb tömböt a Pythonnak. Ez nem annyira lassú, ugyanis a Pythonban a memória foglalás az nem úgy történik, hogy az operációs rendszertől kér el memóriát, hanem ő viszonylag nagy mennyiségű memóriát befoglal előre, és gyakorlatilag a különböző, van rá egy algoritmusa, hogy hogyan helyezi el ebbe a lefoglalt memóriába a különböző méretű objektumokat. Ennek az a célja, hogy ne fragmentálódjon a memória, tehát hogy a automatikus memória kezelés az hatékony legyen. Ezt ő mind megoldja, tehát erről nekünk igazából semmit nem kell tudni, azt kell tudni, hogy van egy listánk, ami egy változtatható, hosszú és tartalmú szekvencia gyakorlatilag, tehát egymás után álló elemek, és ő ezt gyakorlatilag egy tömbbe tárolja. Ez azért fontos információ nekünk, mert az azt jelenti, hogy a tömbnek a végére új elemet hozzáfűzni, illetve a tömbből olvasni az nagyon gyors, tehát az gyakorlatilag konstans idő alatt történik az olvasás belőle, és ennek a tömbös jelölésnek a másik eredménye pedig az, hogy amikor ebből a tömbből törölünk az elejéről, akkor az viszont lassú. Tehát, hogyha az elejét piszkáljuk a tömbnek, akkor ugye azt jelenti, hogy neki a tömb elejére be kell rakni valamit, és az összes többi elemet feljebb kell egyel másolnia. Tehát nagyméretű tömbnél a tömb elejébe piszkálni az nem egy olyan nagy ötlet, mert lassú tud lenni. De az ilyen kisméretű tömböknél, meg átlagos alkalmazásnál ez nem olyan szembetűnő, vagy nem lényeges. És erről is majd a harmadik alkalommal, tehát a jövő csütörtökön fogunk egy picit részletesen beszélni, hogy milyen adatszerkezeteket lehet használni, ha fontos az nekünk, hogy a tömbnek az elejébe vagy a végébe, tehát hogy a tömbnek az elejébe szeretnénk írni rendszeresen. A következő, amit megnézünk, ugye a listáknál, itt a tömböt emlegettem, hogy a tömb az a reprezentációja a listának, az adatszerkezetet azt mindig listának hívjuk. Egy picit a jelölésekről. Különböző lista műveleteink vannak, ezek, amiket ide felírtam, ezek alapvetően az olvasás műveletei egy listának. És amitől a Python az igazából nagyon hatékony tud lenni, az, hogy ezeknél, hogy egyrészt azon kívül, hogy megpróbál minél egyszerűbb lenni, tehát minél kevesebb konstrukciónk van. Ezeknek a konstrukcióknak a funkcionalitása elég gazdag, úgymond. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy más nyelvekkel szemben mondjuk engedélyezve van negatív index, akkor ez egy nagyon
hatékony dolog tud lenni, mert nem azt kell csinálnom, hogy én számolgatom, hogy ha tudom, hogy a listából a hátulról a második elemre van szükségem, akkor nem azt kell csinálnom, hogy veszem a lista hosszát és kiszámolom belőle, hogy akkor az a hátulról a második elem hova is esik, hanem simán azt mondom neki, hogy -2, és akkor tudom, hogy az mindig az utolsó előtti elem gyakorlatilag. Hogy ne egy ilyen száraz elmondása legyen, hogy milyen opciók vannak, ezért ide készítettem nektek egy pár példát, és akkor ezen fogunk végig menni. Ez, hogy ha valaki nézte ezeket a számokat, akkor látjátok, hogy ezek gyakorlatilag a felső az a kettőnek a hatványai, a másik meg a háromnak a hatványai, hogy valami rendszer legyen benne. És akkor az a történet, hogy csináltam egy X meg egy Y listát gyakorlatilag, és a listának ugye úgy tudom elkérni az elemét, hogy egyszerűen megadom egy szögletes, itt mindenhol szögletes zárójelet használunk. Úgy lehet megjegyezni Pythonban, hogyha ugye háromfajta zárójelünk van, van a sima zárójel, van a szögletes zárójel és van a kapcsol zárójel. Ha sima zárójelünk van, akkor az eddig, amit példát láttunk, ugye a függvényeknél használtuk paraméterezésre, a tuple-nél használtuk, ugye ez a csak olvasható lista volt, és használtuk még a hirtelen akartam mondani. Ugye használtuk még ott, hogy kifejezéseket lehet vele zárójelezni. Erről majd picit később fogok mesélni. És akkor itt ugye, amikor listát használunk, akkor mindig szögletes zárójellel jelöljük. Hogyha ilyen vesszővel elválasztott elemek vannak benne, akkor ugye ez a definíciója listának, hogyha pedig valamilyen elemet szeretnék belőle kérni, akkor meg egy ilyen szögletes zárójel és az elemnek a sorszáma szerepel. Az egy fontos dolog, hogyha akkora számot adunk meg, ami ebből kilóg, akkor indexelési hibát fogunk kapni. Viszont lehet negatív számot megadni. A negatív számnál ugyanúgy túl lehet lőni, tehát hogyha valami nagyon extrém negatív számot adok, akkor az ugyanúgy kifut a körülbelül, de a -4-et például elkérem, akkor ugye ezt látjuk, hogy a hátulról a negyedik elemet kértem el. Ugye előről meg nullától indul a számozása. Ugye ezt Dijkstra óta tudjuk, hogy ez a nullás számozás, ez miért nagyon kellemes. Beépített függvényt tudunk arra használni, hogy például a listának visszakérjük a hosszát, ez a len, mint length, tehát a hossznak a rövidítése. Így tudom elkérni a listának a hosszát. És a listának a használata nem merül ki annyiba, hogy megmondhatom azt, hogy melyik elemet kérem, hanem lehet allistát is kérni, vagy ilyen részlistát is kérni. Ugye meg tudom adni, hogy a harmadiktól a hetedik elemig. Itt mindig az a szintaxis, úgy könnyű megjegyezni, hogy ez micsoda, hogy az az elem van leírva a második paraméterbe, ami már nem fog szerepelni a létrejövő listába. Tehát mindig ezt jegyezzük meg, hogy az a szám, ami már nem lesz benne. És ugye az első szám meg az, amitől kezdődik az írás. Ugye látjuk azt, hogy a 0, 1, 2, 3, tehát nem, bocsánat, a másik listában van, tehát 0, 1, 2, 3, és tudjuk azt, hogy a 5, 6, 7, 8, és a 8-as már nem tudom, elszámoltam. Tehát azt mondja, hogy 3, 4, 5, 6, 7 és 8, és ugye a 8-as már nincsen benne, tehát a 7-es elem van benne. És akkor itt mutatok nektek egy trükköt arra, hogy lehet visszafele is elkérni ezt a listát. Hogyha visszafele akarom elkérni a listát, akkor meg kell fordítanom az indexeket is. Tehát, hogy a 7-es elem az, ami még legyen, az, ami már legyen benne. A hetedik elemet szeretném, hogy benne legyen. Ugye ez volt a hetedik elem, és azt szeretném, hogy hogy a második elem már ne legyen benne, tehát ez a második elem már ne legyen benne, tehát itt is ez a jelentése egy kicsit fordul, hogy ha ezt véletlenül nem fordítjuk meg a -1-jel, tehát ez a visszafele való listázásnak, hogy üres listát kapunk, mert ugye azt próbálja meg, hogy a ettől az elemtől addig megy jobbra, amíg eljut eddig, ami nyilván egy üres lista lesz. Tehát, hogy ez fontos, hogy ennek meg kell lenni fordítva, így mi. És akkor a trükk meg az, hogyha szeretném azt, hogy visszafele számolom, tehát azt mondom, hogy ez az 1-es, 2-es elem, tehát ez a, ugye ez a -2-es, akkor azt ugye így jelölöm -a. Tehát ez a mínuszos jelölése a történet, ez a két lista, ez megegyezik. Vannak nagyon-nagyon hasznos beépített függvények. Ezt, hogyha nem lennének ilyen beépített függvényeink, akkor ugye ezt egy viszonylag egyszerű forciklussal tudnánk megoldani.
Ez pedig úgy néz ki, hogy a max az, az visszaadja az x-nek a maximumát, ez pedig visszaadja az x-nek a minimumát. Itt el van írva a sheetetekben, mert az x-et akartam kérni, és itt valami értelmes számot. Az index azt megmondja azt, hogy hogy az adott elem az hol szerepel benne. Tehát ennek az indexe fog visszajönni, aminek az először. Ugye 16-os meg tudjuk nézni, 16-os szerepel benne, és ez valóban a 3-as indexel szerepel ebben a listába, és akkor meg tudjuk nézni azt, hogy hányszor szerepel benne a 16-os érték, és egyszer. Ha például azt mondanám, hogy írjuk át, azt mondjuk neki, hogy az x-nek a valamelyik értékét. Ugye átírni úgy tudom, hogy megadom a adott indexű elemet, és legyen a 5-ös index, és azt mondom, hogy ez legyen egyenlő 16-tal, és akkor kiírom, hogy kétszer fog szerepelni ugye a 16-os benne, és akkor látjuk, hogy a listából meg ez lett, hogy gyakorlatilag tettünk bele az 5-ös pozícióba, tehát a 6. helyre egy újabb 16-os értéket. Tudjátok követni? Lassan tartunk egy szünetet, de most még ahhoz picit még ezen végigmegyünk, ezen a pár apróságon, és akkor ott fogunk majd visszajönni, hogy a lista másolásról, meg a listák azonossága. Azt szeretném megemlíteni, hogy azt láttátok, hogy itt eddig olvastunk a listából, egészen addig még itt a 88-ban nem adtam hozzá, nem írtam át egy 16-os elemet, hogy eddig az összes elem, amit megnéztünk, tehát az egész számok, komplexek, lebegőpontos, karaktersorozatok, azok mind immutable volt, tehát csak olvasható adatszerkezetek voltak, és a lista az egy olyan adatszerkezet, ami módosítható. Tehát ez az első olyan adatszerkezet, amit részletesen megnézünk, és módosítható. És mivel módosítható, ezért van értelme annak, hogy módosítás előtt lemásolom. Ez kétféleképpen történhet. Itt az fog történni, hogy létrehozok két változatot, az x1-et meg az x2-t, ez mind a kettő az x-nek a másolata lesz igazából. Tehát azt fogom csinálni, hogy lemásolom az x1-be meg az x2-be az x-et, és megnézzük ezeket a másolatokat. És ez azért lesz nekünk jó, mert innentől kezdve fogok mutatni olyan szintaxisokat, amit kétféleképpen lehet Pythonba megcsinálni, és akkor az egyiken be fogom mutatni az x1-en az egyik fajta jelölést, a másikon meg a másik fajta jelölést. Kezdjük a listának a clear utasításával, és akkor azt mondjuk neki, hogy ha kiürítettük a listát, ugye az x1-et meg az x2-t is kiürítettük, ugye itt volt a létrehozása, és itt volt most a kiürítése. Ez lett két üres listánk, az elsőhöz hozzáfűzöm az egyes értéket, most ha itt ezt megnézzük, akkor látszik, hogy az egyesbe bekerült, az elsőbe bekerült egy egyes, és azt is láthatjátok, hogy gyakorlatilag ennek a hozzáfűzésnek a megfelelője, azt lehet egy nagyon trükkös kifejezéssel csinálni, mégpedig azt mondom, hogy egy olyan részlistáját kérem az x2-nek, ami a részlista ott kezdődik, ahol a lista befejeződik, tehát gyakorlatilag tehát hogyha mondjuk ezt a listát venném, ami itt szerepel, akkor azt mondom, hogy egy olyan listát kérek, ami a második elemnél kezdődik, tehát a kettes indexű elemnél kezdődik, és a kettes indexűnél ér vissza, ez egy üres lista lesz, és ha ehhez hozzáfűzöm ez a részlistához hozzáfűzöm az egyes listát, ugye ez egy egyelemű lista, ez a szögletes zárójel 1, akkor pedig az történik, hogy most ezt kétszer futottam le az x1-et, azért van benne két elem, ezt is lefuttatom, akkor az fog történni, hogy az x2-be is egy egyes elem van meglepő módon. Nézzük azt, hogy lehet több elemet hozzáfűzni, hogy az append az egy darab elemet fűzött hozzá. Amikor ez a trükkös jelölés van, akkor itt muszáj az egy elememet betenni egy listába. Tehát itt az történik, hogy egy részlistát kérek el, ami üres részlista, és az üres részlistához csak listát tudok hozzáfűzni, tehát itt azért van ez a plusz zárójel körülötte, mert jelölöm, hogy nem ez nem egy elem. Ha egy elemet akarnék hozzáadni, az értelemszerűen hibát ad. Tehát, hogy ezt igazából ne is próbáljátok ki, mert felesleges. És most megnézzük, akkor ugye mind a kettő van egy-egy elem. És most az lesz a feladat, hogy hozzáfűzünk egy plusz listát ehhez. Ez úgy történik, hogy azt mondom, hogy a 1-1-1 hozzáfűzöm a 2-3-at, itt megint hozzáfűzöm a 2-3-at. És
És akkor megnézzük az eredményt, az ugye egy ilyen 1-1-2-3 és 1-1-2-3 lesz az eredményünk. Ez a kettő szintén ekvivalens egymással ez a jelölés, ugye ez volt, amikor ilyen adott objektumnak a függvényével próbálok hozzáfűzni egy listát, és ez pedig az előbbi trükkös, hogy veszem a lista végén lévő üres listát, és ahhoz fűzök hozzá valamit. Tehát ez volt a trükkösebb megoldás, úgymond. A beszúrás is ugyanígy működik, hogyha azt mondom, hogy ennek a listának itt most az egyes pozícióba szeretnék hozzáfűzni, ez hibaüzenetet fog adni, értelem, nem? Hülyeséget mondtam, tehát az egyes pozícióba szeretném befűzni az ötös elemet, ugye ez a második elem praktikusan, és akkor ha ez a hozzáfűzés történik, akkor ide be fog kerülni, be fog szúródni egy elem, ez az ötös. Ugye ez volt az, amire mondtam, hogy nagyon költséges ez a művelet, mert ezeket feljebb kell mozgatni az elemeket, amik utána vannak. És ugyanezt meg tudom trükközni ezzel a indexes jelöléssel, ahol azt mondom, hogy veszek egy olyan allistáját a listának, ami egyessel kezdődik, ami az egyes indexnél kezdődik, tehát azt jelenti, hogy ez a második elemnél kezdődik, és az egyes elem már nincsen benne, tehát gyakorlatilag ez a ötös előtti pozíció volt, amit itt vettem, tehát hogy igazából ez egy ilyen üres lista lesz, és akkor ha ide ezt egyenlővé teszem egy részlistával, akkor az oda befűződik. Na most itt azt is meg tudom csinálni, hogyha több elemet akarok, akkor itt egy listát fűzök hozzá, most látjátok majd, hogy ehhez hozzá fog fűződni nem egy sima ötös, hanem mondjuk két ötös fog hozzáfűződni, tehát itt már három ötös van, itt meg csak kettő van. Ezt lehet picit bonyolultabban is csinálni, tehát azt is meg lehet csinálni, hogy egy allistát kicserélek. Ugye ebbe a pillanatban az x1-ünk az úgy néz ki, hogy itt van két darab ötösünk. Ez a két darab ötös, ennek ugye az egyiknek egyes az indexe, ennek kettes az indexe, és a hármas index már nincs benne. Tehát ez a 1-2.3 az ezt a részlistát jelölje ki, és azt fogjuk csinálni, hogy ezt a részlistát behelyettesítjük ezzel a listával. Ha ezt lefuttatom most, akkor azt fogjátok látni, hogy az ötösök eltűntek innen, és az 1-2-3 és az 1-1 közé ez a részlista került be. Tehát körülbelül ezek a fontosabb lista műveletek. Amire még nem néztünk példát, az, hogy a listát lehet használni veremként is. Tehát amit a végére, ugye itt az append-del láttuk, itt a 97-es végrehajtású elemnél láttuk ezt, hogy egy append egy volt a metódus, amit meghívtunk. Így gyakorlatilag, ha azt szeretnénk, hogy a végére fűzött valamilyen elem eltűnjön, akkor azt poppal tudjuk, és ez vissza is adja azt az értéket. Tehát most ez itt annyira nem látszik, hogyha ezt az x1-et innen kitörlöm, akkor hogyha ezen a listán, amit itt kiírtunk, lefuttatom a popot megint, akkor gyakorlatilag folyamatosan így jönnek vissza az elemek, és azok törlődnek belőle. Tehát ugye 14-es volt, amit visszaadott, ez azt jelenti, hogy ennyi maradt a listánkból. Tehát ha most ezt megnézzük, hogy ez a lista hogy néz ki, így, akkor látni fogjuk azt, hogy gyakorlatilag ezek a elemek, ugye a legutolsó, amit visszakaptunk, az 14 volt. A következő, amit megnézünk, az lesz, hogy eltávolítunk belőle egy elemet. Ez nem fog működni, mert ugye a 14 az nagyon magas, ilyen számú elem nincsen. Nem, ez a... Nem, még egyszer. Tehát eltávolítunk benne egy elemet, és ezt nem indexel adjuk meg, tehát nem a 14-es indexet akarom eltávolítani, hanem amit itt az előbb fogtam és átírtam 14-esnek, azt akartam eltávolítani, és azért kaptunk hibát, mert ugye itt már kicsit sokat vettem ki belőle a poppal, tehát hogyha újra hozzáfűzök egy 14-es elemet, akkor innentől kezdve el tudom belőle távolítani ezt a 14-es elemet, és akkor jók vagyunk. A következő művelet, amit megnézünk a listához, az pedig maga a rendezés lesz. Itt két alternatívát láttok. Ez fontos megjegyezni, hogy nagyon sok műveletnél két fajta, tehát ha van egy módosítható adatszerkezetünk, akkor általában két fajta művelet létezik. Van az úgynevezett in place, tehát ez azt jelenti, hogy maga az adatszerkezet módosul, illetve vannak azok a műveletek, amik úgy történnek, hogy az adott adatszerkezetből kiszámolódik valami, és visszakapunk egy másolatot. Most ha úgy szeretnénk rendezni, hogy ezt az adatszerkezetet szeretnénk berendezni, most azt fogom megcsinálni, itt hozzáadom ezt még egyszer. Tehát egy ilyen adatszerkezetünk lesz, amiben egy össze-vissza vannak 12-es, 13-as, 14-es, és ezt szeretném berendezni
akkor az fog történni, ezt mindjárt kiíratjuk még gyorsan ezt a, nem ezt akartam csinálni. Tehát azt fogom csinálni, hogy hozzáadok egy újabb cellát, kiírjuk, hogy az X1 most hogy néz ki, meg megnézzük az X2-t, és azt fogjuk, a következő lépés, az X1-et in place fogjuk rendezni, tehát magát ezt a listát fogjuk átalakítani, még az X2-t, azt úgy fogom rendezni, hogy nem változtatunk ezen a listán, csak kiírok egy rendezett listát. Na, akkor fussunk neki. Ugye ez az eredmény, amit vártunk, hogy ez szépen berendeződött, és itt meg kiíródott az X2-nek a rendezett listája, és akkor a két jelölés között ugye az a különbség, hogy az egyik esetben az X1 az, ami változott, a másik esetben pedig az X2 az nem változott, csak ugye hoztunk létre egy másolatot, ami már rendezve volt. Jó, és akkor körülbelül ennyit érdemes tudni a listákról. Igazából szerintem mindent megnéztünk, ami fontos volt a listáknál. Majd még egy picit mesélni fogok erről. Vágjunk még most bele. Mutatok két dolgot a listáknál. Ugye arról meséltem már nektek, hogy minden objektum, ugye ez volt az egyik állításom a legelején. És a listáknak van egy azonosítója, mint objektumnak. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mi az X1-nek, meg az X2-nek a jelölése, akkor látjuk, hogy ezeknek különböző az azonosítója. Ha abból indulunk ki, hogy lehet a listáknak értéket, tehát lehet a listákat másolni, hogy úgy hoztuk létre az X1-et, hogy az X-ből másoltuk, és azt látjuk, hogy az X nem változott. Igen, nem, de ha azt mondjuk egész egyszerűen, és ugye azt is láttuk, hogy az X3-at mondjuk úgy tudjuk létrehozni másolva, hogy azt mondjuk neki, hogy X1, legyen az, hogy X1 és copy, ugye ez volt a parancs, amit néztünk. És feltehetitek jogosan a kérdést, hogy ez miben különbözik attól, mint hogyha én azt mondanám, hogy az X4 egyenlő X3-mal. Mi a különbség a között, hogy egy másolatot hozok belőle létre, meg mi az, hogy azt mondom, hogy az X3 az egyenlő lesz X4-jel. Ugye ennek az a következménye, hogy az X3 esetén, ha azt mondjuk, megnézzük az X3-nak az ID-jét, az azonosítóját, és megnézzük az X4, az X1-nek az azonosítóját, akkor ez a két érték, ez különbözik. Ha megnézzük a másiknak az azonosítóit, tehát azt mondom, hogy az X4 és az X3-at, akkor ez a kettő pedig meg fog egyezni. Ez azt jelenti, hogy amit az elején mondtam, hogy ezek a változó nevek, ezek csak egy hivatkozások egy objektumra, akkor itt úgy lehet értelmezni, hogyha volt egy X1 változó neve, ami hivatkozott egy objektumra, és azt mondtam neki, hogy készítsen ebből az objektumról egy másolatot, és azt az értéket vegye fel az X3, akkor ez azt jelenti, hogy az X3 innentől kezdve egy új objektumra mutat. Tehát az X1 az mutat egy régi objektumra, az X3 meg egy megegyező tartalmú új objektumra. Még az X4-nél csak annyi történik, hogy az X3-ba lévő hivatkozás az átkerül az X4-be. Azért lesz egyforma ez. És ennek mi a következménye? Ugye ha ugyanazt az objektumot módosítom, mert ugye ugyanarról az objektumról van szó, tehát az X4-en meg az X3-on keresztül ugyanazt az objektumot érem el gyakorlatilag, akkor ez azt fogja eredményezni, és akkor erre nézünk két példát, hogyha az X4-et azt változtatom, tehát azt mondom neki, hogy a X4-nek a nulladik eleme az legyen egyenlő 42-vel, akkor ha megnézem most az X3-at, akkor az X3 is megváltozott. Tehát ha hiába különböző változó nevekkel hivatkozok ugyanarra az objektumra, az egy darab objektumra hivatkozik igazából, tehát egy darab ugyanarra az objektumra hivatkozik, ezért ha az X4 címkén keresztül, vagy az X4 változó néven keresztül változtatom az objektumot, akkor az ugyanazt a hatást érje el, az X3-on keresztül változtatom. Ezzel szemben, hogyha le van másolva, akkor például X1-et átállítom, tehát azt mondom, hogy X1 az egyenlő lesz, mondjuk 9, nem, az X0-nak a, tehát a nulladik eleme az,
az legyen egyenlő 99-el, akkor itt az fog történni, hogyha megnézem az x1-et és az x3-at, hogy az x3 az nem változott. Tehát az x3 az maradt 42, az x1 pedig megváltozott 99-re. Tehát ez a nagyon fontos dolog azzal kapcsolatban, hogy másolunk, vagy egyszerűen csak a változó névnek a egyenlősége tört, vagy értékadása történik. Tehát ezt jegyezzük meg, ezt a fontos különbséget. Ez igazából azért csak a listákon tudtam bemutatni, és nem a számokon, mert ugye a számok azok nem változtatható objektumok, tehát hogyha az történik itt, hogy legyen egy A1 nevű változónk, ami egyenlő lesz egyel. Megnézzük, hogy az A1-nek az értéke az micsoda, az ugye 1. És azt mondom neki következő kör, hogy az A1 egyenlő legyen 2, akkor az fog történni, hogy az A1 címkéhez, vagy A1 változónévhez hozzárendelődik az egyes objektum, majd az A2 cím, vagy az A1 címkéhez hozzárendelődik újonnan a kettes objektum, és az egyesről elfeledkezünk. Tehát nem az van, hogy a létrejövő objektumnak változtatom meg az értékét, hanem létrehozok egy új objektumot, amire fog hivatkozni az A1 innentől kezdve. Ez a fontos különbség más programozási nyelvekhez viszont, amit nagyon fontos megjegyezni, hogy itt minden objektum, a változó nevek azok gyakorlatilag hivatkozások ezekre az objektumokra. És akkor szerintem most tartsunk egy 10 perc szünetet, és akkor nagyon pontosan az utolsó nekifutás az 19 óra 18-kor találkozunk újra. Újra hanggal, szóval köszöntök mindenkit az utolsó etapon. Addig, amíg csináljuk ezt a, még visszajövünk szünetről, kiteszem még egyszer ezt a milyen nyelvet használsz legtöbbet kérdést ide. És akkor ezt még lehet töltögetni egy fél percig, ha valaki, mert ugye azt számoltam, hogy úgy körülbelül a felet, a résztvevőknek a felet töltötte ki nagyjából így. Satszper kb. Hangom van, már én is fáradok így a este 8 felé közeledve. Amit mondani akartam, vissza akartam még jelezni, azt, hogy láttam a poolon, hogy többen vagytok, akik ilyen egy év tapasztalattal rendelkeztek. Szóval amit itt most hallottok, az alapvetően a Pythonnak a core, tehát a Python nyelvnek a szintaxisa, és bele fogunk menni egy-két modulba, de nyilván ebből programozási készség csak úgy lesz, hogyha nagyon sokat gyakoroltok. Tehát, hogy azt tudjátok tenni, hogy különböző példákat megnéztek. Én azt látom, hogy ami ilyen lehet, ez most picit ilyen egyszerűnek hangzik, de hogy ilyen érettségi példák azok, amikből el lehet indulni ilyen kezdőszinten. A másik, ami izgalmas lehet, pedig az, hogy a különböző középiskolai versenyfeladatok, azok igen nagy kihívást jelentő dolgok lehetnek néha. Tehát, hogy én annak idején ez a, nem tudom, Nemes Tihamér mond-e valakinek, ez erről volt elnevezve ez a verseny. És azért igen húzós feladatok voltak. Jó, én lezárom újra ezt a pult, és akkor elkezdjük a hátralévő. Hátralévő szakaszt, vagy időt, ezt így kihúzom, és akkor látjátok, hogy ugyanott járunk, ahol eddig. És akkor ott nagyon röviden egy pár mondatba összefoglalom, hogy miről beszéltünk eddig, egy picit ilyen emlékeztetőnek, és akkor megyünk tovább hatalmas lépésekbe.
Szóval amit megnéztünk eddig, az az volt, hogy megnéztük a típusrendszer, ugye megnéztük azt, hogy a Python miért jó, megnéztük a típusokat, és a típusokból gyakorlatilag nem mindet néztük meg, mert az valószínű ilyen erőteljesen bealtató hatású lenne, ha én most itt végigmondtam volna az összes típust ilyen részletességgel, mint amit most volt, tehát körülbelül szerintem ez volt a tűrés határotok. Ezért egyelőre a listát néztük meg közelről, és az volt az egyik fő mantra, hogy minden objektum Pythonban. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen értéket létrehoztok, tehát mondjuk egy egyest akár, akkor amögött megjelenik egy egész szám objektum, és az A egy változó név, az erre a objektumra lesz egy címke gyakorlatilag. Tehát ezt így lehet elképzelni a memóriában, és akkor erre néztük meg ezt a másolásos történetet. És ide még egyet tennék kiegészítésképpen, hogy beszéltem arról nektek, hogy a listába bármi, itt nagyon a számokkal dolgoztunk végig, de hogy ugye az elején mutattam nektek egy ilyen példát, ahol úgy nézett ki, hogy volt egy listánk, amiben legyen a listának a neve az, hogy X, hogy ez, X5 mondjuk. Azért nem L a lista neve, mert az L-et az könnyű összekeverni az egyessel, bár ez a fontkészlet eléggé, ebbe a fontkészletbe eléggé különbözik, de hogy gyakorlatilag van egy ABCD stringünk, és akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy ha megnézzük az X5-öt, akkor ugye ha az X5-nek a nulladik elemét veszem, akkor az egyes szám jön vissza, ha az egy első elemét, akkor meg egy string jön vissza. És ez ugye az volt az állításom, hogy itt bármi állhat, tehát állhat logikai is, érték is, vagy tetszőleges objektum, illetve semmi nem akadályoz meg bennünket abba, hogy ez egy beágyazott lista legyen. És ez azt jelenti, hogy ha elkérem ennek a harmadik elemét, akkor az egy lista lesz, ami visszajön. És ez úgy fog kinézni, ez a visszajött lista, hogyha én azt szeretném, hogy a visszajött listának a nulladik elemét, tehát az első elemét akarom kiválasztani, akkor fogom, és azt mondom neki, hogy még egy indexelést ide rakok mögé, és azt mondom, hogy nulla. És akkor így jön vissza az egyes elem. Tehát azt mondtam, hogy a harmadik eleme kell a külső listának, tehát ennek a fő listának, és akkor ami benne van elem allista, ez az egyes, kettes, azt pedig a nullással kiválasztom az első elemet, és annak az értékét fogom visszakapni. Tehát egymásba is lehet ágyazni listákat, és ha valaki nagyon olyan helyzet van, akkor meg lehet azt is csinálni minden további nélkül, hogy ez további listákat tartalmaz. Tehát a listákba tetszőleges mélységbe tudom beágyazni a listákat, és ez így működik. Tehát, hogy ez egy picit elsőre talán szokatlan, hogy a listába lehet egy másik lista, és abba is lehet lista, meg abba is lehet lista, meg abba is, de hogy ez így teljesen jól működik, és egyszerűen egymás után kell írni azt a az az állítás, hogy nincs hang. Jó, itt a cseten érkezett közben egy olyan, hogy nincs hangunk. Másnak sincs hangja? Itt van. Gergely, segítesz nekem, hogy most újraindítsak, vagy van hang, és csak ez valami lokális. Lehet, hogy azt kéne megcsinálni, hogy akinek nincs hang, az újraindítja az egészet. Jó. Jó, tehát, hogy ez a történet, hogy a listákat nyugodtan lehet egymásba ágyazni, és akkor a következő, amit meg fogunk nézni, fú, most kicsit kizökkentem, hogy mit akartam mutatni. Szóval, hogy ott jártunk, hogy ezeket tetszőleges mélységbe egymásba lehet ágyazni, és ezeket lehet így használni nyugodtan. A következő, amit meg fogunk nézni, azok az operátorok lesznek. Nyilván most nem fogom elmondani azt, hogy ha összeadok két számot, akkor az összeadás operátor és akármi. Igazából egy pár érdekességet emelnék ki itt nektek. Tehát, hogy el tudjátok képzelni, vannak operátorok, a dokumentációja benne van, hogy ennek mi a... Nyilván van egy intuíció az embernek, hogy melyik az, ami erősebb operátor, és az is... Közben érkezett egy olyan kérés, ez volt, amit az előbb reagálni akartam rá, szeretnétek, hogy visszajelezzem nektek, hogy mi volt annak a poolnak az eredménye,
ami fejlesztői tapasztalatot mutatta, és akkor körülbelül ez az eloszlásunk, ezt egy percre ide behúzom. Tehát mindjárt kiviszem innen. Tehát egy ilyen fordított exponenciális görbét csináltunk. Úgyhogy látta mindenki, kiviszem, jó? Ó! Ezt, ja, broadcast, bocsánat. Most látjátok? Bocsánat, most látjátok? Jó, szuper, itt volt egy ilyen checkbox, amit be kellett x-elnem. Na, szóval, hogy így állunk a csoportban. És akkor megyünk tovább az operátorokkal. Az operátorokkal kapcsolatban, akkor ott jártunk, hogy el akartam mondani nektek azt, hogy fogjuk, és a Python azt mondja formázásra az operátoroknál, hogy amik először hajtódnak végre, ott általában nem teszünk a műveletek közé szó közt, tehát nem teszünk köré szó közt, mert ugye ez szintaktikailag így is helyes lenne, de hogy azzal jelöljük azt, hogy ezek hajtódnak először végre, hogy ezt itt így helyezzük el a szóközöket. Na most, ha ez nem egyértelmű, akkor lehet nyugodtan zárójelezni. A két kifejezés az teljesen egyenértékű, csak itt explicit jelöltem, hogy zárójeles van. Ha eszetekbe jut az, hogy írtok egy kifejezést, és bizonytalanok vagytok benne, hogy mi fog először végrehajtódni, akkor ne megnézzétek azt, hogy mi fog először végrehajtani, hanem zárójelezzetek, mert valószínűleg, aki olvassa a kódot, az is gondolkodni fog rajta. Tehát onnantól kezdve, hogy nektek nem egyértelmű, hogy akkor itten kell-e zárójelezni, vagy nem, akkor zárójelezzetek bátran, szóval sok kellemetlenségtől megkíméltek mindenkit. Szóval ez az első, hogy gyakorlatilag tetszőlegesen lehet zárójelezni, ez más programozási nyelvekben is így van alapvetően. A következő, ami nagy különbség más programozási nyelvekkel kapcsolatban, az a típusa az osztásnak. Tehát az osztásnál van olyan, hogy osztás, meg van olyan, hogy egész osztás, ez a per és a per-per. Az egész, a sima osztás az mindig lebegőpontos számot ad vissza, tehát ez mindig tizedes tört fog itt visszajönni. Látjátok, hogy ez két egész szám, tehát a kettőben a kettő az úgy elég pontosan megvan egyszer, ennek ellenére lebegőpontos fog visszajönni, még hogyha két per jelen van, akkor egész osztás történik, tehát a kettőbe, tehát hogyha simán osztás lenne, akkor ugye 0,666, ha pedig egész osztás szerepel, akkor meg nullaszor van meg benne. Van még egy vicces beépített függvényünk, ez a divmod, ami azt csinálja, hogy visszaadja magát azt, hogy hányszor van meg, és visszaadja azt is, hogy mi a maradék. Tehát mind a kettőt, két értéket visszaadja. Ugye a maradék képzés az úgy néz ki, hogy 2%, ja itt utána van egy ilyen, ezt most visszaírom az eredetit. Ha azt akarom megnézni, hogy ha kettőt elosztom hárommal, és mi a maradék, akkor ugye a kettő lesz a maradék. Tehát, hogyha a kettőt osztanám hárommal, annak a maradék a kettő. De ennyit akartam mutatni az egész operátorokról. Vagy a számos műveletekről. A következő, ami izgalmas, az az, hogy bináris műveleteket lehet csinálni. Arra emlékeztek, itt most hexadecimálisban ugye így tudok megadni számokat, a 16-os számrendszerbe, hogy ez ugye hexa 34, ez hogyha itt most a bináris függvényt meghívom, az azt jelenti, hogy ki fogja nekem írni, hogy ezek hogy néznek ki kettes számrendszerbe. Ugye a helyi értékekre nem tudom, hogy mennyire emlékeztek, hogy mennyire kell ilyen bit állítgatásos feladaton dolgozni, de hogy úgy történik, hogyha megnézitek, akkor itt a helyi értékek azok valahogy úgy épülnek föl, hogy ez a ahol most van a kurzorom, az a nullás, vagy az egyes helyi érték, kettes, négyes, tehát azt jelenti, hogy ha itt ugye a 16-os számrendszerben ez lesz a hátsó számjegy, és ez lesz az első számjegy. És akkor ez úgy fog felépülni, hogy gyakorlatilag a négyes bit az be van billentve, tehát 4 lesz az értéke, a másiknál meg a következő számjegynél ugye az egyes meg a kettes van bebillent, azt összeadjuk, az hármas. Tehát ez így fog kinézni, az F-nél meg ugye minden be van billentve, mert ez 1 meg 2 az ugye 3, meg 4 az 7, meg hozzáadunk még 8-at,
az meg 15 lesz, ugye az f az a 15-nek felel meg. Tehát így fog kinézni, hogy ez az első számjegy, ami 15, és ez meg a nullás, és amikor összeadunk számokat, tehát amikor binárisan, kettes számrendszerbe gondolkodunk, akkor van értelme az úgynevezett kettes számrendszerbeli műveleteknek. Ez a bitenkénti és jele, ezt alapvetően arra használjuk, hogy maszkolunk. Ez a maszkolás az azt jelenti, hogy én azt szeretném megkapni, hogy ebből a 34-es hexadecimális, a 16-os számrendszerbeli 34-es számból, én csak azt szeretném tudni, hogy mi a felső számjegy, és ezt úgy tudom megcsinálni, hogy összeéselem a felső biteket. Az azt jelenti, hogy ugye ésnél, ahol akkor lesz az ésnél egy az eredmény, ha mind a kettő egy volt. Tehát, hogyha az alsó számjegy ki van nullával töltve, akkor itt, hogy ennek az eredménye, az biztos úgy fog kinézni, hogy az alja az nulla, és a teteje meg ugye mindegyik egyes, tehát csak ezen a számon, az első számon fog múlni, hogy mi az eredmény, tehát így tudom megkapni ugye az első számjegyét a számnak. Ez az egyik alkalmazás, amire ezt az és jelet ugye használjuk, ez a úgynevezett maszkolás. A másik művelet, amit tudunk csinálni tipikusan, az a úgynevezett vagyolás, amikor ezt úgy mondják, hogy beállításnak, tehát setnek is szokták hívni, hogy azt szeretném megcsinálni, hogy van ez a 34-es számom, ugye ez így néz ki binárisan, és azt szeretném, hogyha ezt az egy bitét itt, amit most kiemeltem kékre, ezt szeretném átbillenteni egyesre. És akkor azt csinálom, hogy egész egyszerűen veszek egy olyan számot, ami ott ugye egyes lesz, ez a 8, az azt jelenti, hogy ebbe a pozícióba lesz egyes, és akkor ezt fogom hozzá vagyolni, ugye vagynál meg az a szabály, hogy ha bármelyik egyes, akkor az eredmény az egyes lesz, és akkor azt fogjuk látni, bocsánat, ezt másokat akartam lefuttatni, hogy látni fogjuk, hogy ez 3C lesz, ugye a C az felel meg a 12-nek, és ugye ez úgy lesz 12, hogy nem hülyeséget mondtam, a 13-nak felel meg, és úgy lesz 13, hogy az A a 10, nem, 12, jól mondtam. Az úgy fog történni, hogy a 4-es van, és a 4 meg a 8 az ugye 12. Tehát így lesz belőle, hogy ez lesz az alsó számjegy. A következő, vagy utolsó bináris művelet, amit megnézünk, az pedig az úgynevezett eltolás lesz. Ugye az történik, hogy ez a shiftelés, bocsánat, itt nincsen ilyen bináris megjelölés, tehát ha megnézzük azt, hogy a bin 8 az hogy néz ki, az el tudjátok képzelni, hogy, és a bin 32, bocsánat, ezt ide akartam alulra írni, tehát ha ezeket ide írom ígyni, akkor látni fogjuk azt, hogy a 8-as, az gyakorlatilag itt egy egyes van beállítva, ha ezt eltoljuk kettővel balra, tehát ezt a 2 nullát ide hozzáadjuk alulra, akkor az 32 lesz, mert ugye 8, 16, 32-es helyen lesz az egyes. Na ennyit a bitekről. Ez gyakorlatilag ez a 2, ez az annak felel meg, mintha 4-jel felszoroznám. Tehát ugye a 2 a 2-en, és akkor az 4-jel felszoroztuk, és akkor ennyit a bitekről. Többet nem fárasztalak benneteket így este bitekkel. A következő, amit meg fogunk nézni, az az lesz, hogy van egy olyan operátor, amit úgy hívunk, hogy feltételes operátor. Ez azt fogja csinálni, hogy attól függően gyakorlatilag két elemből áll, az if-ből meg az else-ből. Ez majd nem összekeverendelő a vezérlési szerkezettel, de hogy az az ötlet itt, hogy az első kifejezés lesz, tehát ez az első érték lesz az eredménye, hogyha ez a kifejezés ez igaz, ellenkező esetben pedig ez. Tehát, hogyha az egy kisebb, mint a kettő, ez ugye nyilvánvalóan igaz, akkor ez azt fogja kiírni, hogy oké. Okay. Ha azt mondanám, hogy a három kisebb, mint a kettővel, akkor meg a nem oké okay fog kiíródni, és ez azért jó, mert gyakorlatilag bárhol, ahol egy stringet várnánk, oda beírhatjuk ezt is, ezt a kifejezést, és akkor annak egy string lesz az eredménye. Tehát ez ilyen értelemben nem utasítás, hanem ez egy operátor gyakorlatilag, ez egy ilyen if operátor gyakorlatilag, amit arra lehet használni, hogy ha nem akartok külön változatokat, hanem egy értéket kell behelyettesíteni, és itt kötelező megadni az else-t is, meg a,
az érvényeságát, tehát abban az esetben mi történik, ha teljesül, és mi történik, ha nem teljesül. A következő, amit meg fogunk nézni, ez gyakorlatilag még három dolgot fogunk megnézni, az lesz, hogy vesszük mondjuk a V-nek az értékét, az legyen 3, ez egy sima értékelésben semmi különös nincsen, és ugye ezt a programozási nyelvekben általában úgy szoktuk megnézni azt, hogy a V érték az beleesik egy tartományba, hogy megnézzük, hogy a V kisebb-e, mint a, vagy hülyeséget mondok, a V nagyobb-e, mint 1, és utána pedig megnézzük azt, hogy a V kisebb-e, mint 5. És ha ezt megnézzük, akkor nyilván így van, hogyha ez mondjuk egy 5-ös, tehát a határa esik, akkor az lesz az eredménye, hogy hamis. Most a Python az lehetővé teszi azt, hogy ezt úgy hívják, hogy ilyen relational chaining, tehát ilyen láncolása ezeknek a relációknak, hogy ezt így írjuk le, ahogy matekból megszoktuk, hogy az x az nagyobb, mint 1, és kisebb, mint 5. Valamit elrontottam, mert ide v-t kellett volna. Az volt a hibaüzenet, hogy a listánkra hivatkoztam be. Tehát, hogy itt gyakorlatilag ugyanazt csinálom, mint a felsőben, ez ekvivalens az a kifejezés. Ez gyakorlatilag tetszőleges kifejezést össze lehet linkelni. Tehát, hogy igazából ezt is meg, nyilván ez akkor volna értelmes, ha itt bevezetünk mondjuk egy dupla v-t, ami mondjuk 10, így, és akkor azt mondjuk neki, hogy a dupla v pedig közé esik a, nem tudom, a 20-nak, és akkor ez így true. Tehát, hogy ezt így nyugodtan lehet Pythonban ezeket láncolni, ezeket a kifejezéseket. És akkor, ha az egyik értéket elmozgatom, mondjuk ez 21 lesz, akkor ha ezt lefuttatom, akkor onnantól kezdve az egész false. Jó, tehát, hogy ez így működik. Ez érdemes, ha ilyet láttak, akkor nem az van, hogy valaki hülye és nem tud programozni, és nem tudja, hogy így kell írni, hanem ez Pythonban meg van engedve. És akkor az utolsó két dolog, amit megnézünk, az lesz, hogy van két operátorunk, ez az in operátor. Ez arra jó, hogy ugye, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy az y az egy lista volt, és akkor azt mondja meg, hogy az egyes szám az benne van-e ebbe a listába. Tehát ha mondjuk a 3-ast nézem, akkor látjuk, hogy ez benne van valóban, vagy a 9-es is benne van. És ennek a tagadása az, hogy egy not cool szó szerepel benne, not in. Na most a következő, amit meg fogunk nézni, az, hogy két objektum egyforma-e, azt az isoperátorral nézzük meg. Tehát eddig az összes hasonlítás, az egyenlőség, az mind értékre vonatkozik. Tehát ha van egy listám, ami... Egy picit ide felgörgetek, jó vissza, ez amit nem szoktak szeretni az emberek, de akkor innen kikopi-pészteljük, hogy emlékeztek rá, hogy néztük ezt a listáknak a összehasonlítását, hogy mi van akkor, ha lemásolom, meg mi van akkor, ha egyenlőséget teszek. Ezt én le is másolom, hogy egy picit lentebb, hogy ez világos legyen. Jó, visszajövünk ide. Tehát itt jártunk, ezt az iszt próbálom magyarázni. És akkor azt mondjuk neki, hogy ha megnézzük azt, hogy az x1 az az x3-e, akkor azt fogja mondani, hogy nem, mert hát ugye tudjuk, hogy az x1-ből másoltuk az x3-at, de arra emlékszünk, hogy az x4 és az x3 között gyakorlatilag nem volt különbség, mert ez a 2 ez egyenlő volt. És akkor most azt fogom csinálni, azzal fogok egy nagyon picit demózni itt, hogy ha megnézzük ugye, hogy mi volt az x1, x2, nem? x3 és x4, akkor ezek voltak ezek a számsorok. És annyit fogok itt megtenni nektek, hogy az x1-et visszaírom 42-re, tehát ezt megváltoztat. Nem, hülyeséget csináltam. x1, 4... nulladik elem 42-es, így. És akkor az fog történni, hogy ezt innen megfordítjuk így, hogy most már ezek mind egyformák, ezek a listák. És akkor ugye azt tudjuk, hogy ez a kifejezés itt felül, az volt ugye, hogy az x1 az egyenlő az x, vagy megegyezik-e az x3-mal, tehát ugyanaz a objektumról van szó, és x3 az a x4-jel azonos-e, akkor ugye az lesz, hogy ez a 2, ez hiába ugyanaz az értéke, azok különbözőek. És akkor ezt úgy tudjuk megnézni, hogy ha azt mondjuk, hogy az x egyenlő x3-mal, meg azt mondjuk, hogy az x3 az egyenlő x4-jel, akkor ez mind a kettő igaz. Tehát ezeknek a tartalma az egyenlő, ez rendben van.
De az azonosságuk az nem ugyanaz, mert ugye az X3-nál és az X4-nél van az, hogyha az X4-et átírom, akkor az X3 is változik, meg az X3-at átírom, mert ez ugyanaz az objektum. És erről úgy tudok meggyőződni egyébként, hogy ez valóban ugyanaz az objektum, hogy ez a íz ez egyformát mond-e, hogy egyszerűen lekérem mindegyiknek az azonosítóját. Ugye mondtam, hogy az objektumoknak az azonosítója az egyedi, az objektum élettartama alatt. Tehát, hogyha felveszi az adott objektuma azt az azonosítót, akkor addig, amíg az objektum él, addig ugyanaz az azonosító, és akkor nagyon szépen látszik benne, hogy ez a kettő ugyanaz az objektum, ugyanaz az azonosítója, ennek meg különböző az azonosítója. Tehát, hogy így működik az íz. Ez, aki Java háttérrel jön, mert láttam, hogy sokan írtatok Java-t, ott pont ugye fordítva van, ott az egyenlőséggel az azt jelenti, hogy tehát meg van cserélve gyakorlatilag a jelölés, erre figyeljetek, hogyha más környezetből jöztök. Na, és akkor eljutottunk az utolsó előtti nagyobb témánkhoz, ez pedig a vezérlési szerkezetek. A vezérlési szerkezeteken most átfutunk. A Pythonban nagyon egyszerű dolgunk van, mert három darab vezérlési szerkezetünk van. Van az if. Az if az azt csinálja, hogy nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy az elején, a legelején megadtam ezt az n számot, hogy visszakörgettek talán a típusoknál az első értékadás, az az volt, hogy az n-nek adtam egy valamilyen értéket. És akkor lehet egy ilyen quiz csinálni, hogy bekérünk egy számot az x-et, és hogyha ez megegyezik ezzel, amit a legelején megadtam, és már jól elfelejtettetek, akkor ha ez megegyezik, akkor kiírja azt, hogy talál, elárulom, ez a 42 volt ez a klasszikus kerekszám. Akkor kiírja, hogy talált. De ugye azt szeretnénk, hogy ha nem találjuk el, akkor szeretnénk, hogy kiírja azt, hogy nem talált. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy van egy else párja. Ez klasszikusan úgy néz ki, mint más programozási nyelvekben, hogy van egy ifünk, meg van egy elszünk. Az a fontos, hogy nem kell zárójelet tenni, mert felesleges. Mielőtt bekezdünk, ugye mindig van egy kettős pontunk, és ez itt négy szó közzel van bekezdve, ahogy beszéltük, hogy illik bekezdeni ezt. Mi van akkor, ha valami bonyolultabbat szeretnénk? Tehát azt szeretnénk megmondani, nem csak azt szeretnénk megmondani, hogy talált vagy nem talált, hanem mondjuk azt, hogy mennyire vagyunk közel az adott értékhez. És akkor gyakorlatilag itt az történik, hogy van rengeteg ilyen kis pici if, ami azt mondja, hogy ha ez nem igaz, akkor megnézem ezt a feltételt is. Ha ez a feltétel teljesül, akkor végrehajtom ezt az utasítást és kilépek. Tehát, hogyha olyan feltételeitek vannak, ami több minden igaz, ugye itt azt nézzük meg, hogy mi van akkor, ha öttel különbözik ez a szám, ez itt van valahol, ez a nagyobb megadott szám, akkor először azt nézzük meg, hogy sokkal nagyobb-e. Ha nem sokkal nagyobb, akkor utána megnézzük a nagyobbat. Ha ez fordítva lenne, akkor mindig azt írnak ki, hogy nagyobb a megadott szám. Ezt ki lehet próbálni, hogy ezt a kettőt felcserélitek. És körülbelül ennyit kell tudni az if szerkezetről, hogy if-fel kezdünk, tetszőleges mennyiségű elif szerepelhet itt, és a végén szerepelhet opcionálisan else. Tehát gyakorlatilag az if az, ami kötelező, és ezután tetszőleges elifet lehet megadni, és a végén vagy megadok, vagy nem egy else-et. Na ennyi volt az if. Menjünk tovább, van még két darab szerkezetünk, van egy while-unk, meg van egy for. A while az azt csinálja, ez egy olyan ismétlés, hogy attól függ az ismétlések száma, hogy teljesül-e egy feltétel. Itt most egy picit azt fogjuk csinálni, hogy eddig ugye az volt, hogy vagy eltaláltuk, vagy nem egy körben, hogy addig kérdezünk, amíg el nem találjuk. Tehát, hogyha itt azt mondom, hogy 41, akkor amíg nem lesz 42, addig csináljuk. Ugye ez azt jelenti, hogy beolvassuk az x-et, utána beolvassuk újra az x-et, nem, először megnézzük, hogy egyforma-e. Hogyha nem egyforma, akkor azt mondjuk, hogy nem talált, próbáld újra. És ellenkező esetben pedig az történik, hogyha tehát nem talált, próbáld újra, és beolvassuk újra. És ez addig megy ez a ciklus, amíg az n az nem lesz egyenlő x-el. Ugye itt az a feltételezésünk mindig, hogy lesz egy pont, amikor a próbálkozásba eljutunk odáig, hogy a 42-t eltaláljuk, és akkor kilépünk belőle. Tehát az a kilépési feltétel, akkor nem fog ez többet lefutni, hogyha az n és az x az megegyezik. Ezt meg lehet csinálni úgy, hogy egy picit megfordítjuk. Ugye ebbe az a szépség hiba, hogy itt is bekérjük ezt a számot, meg itt is.
Ha azt szeretnénk, hogy ez egyszer történjen, ugye más programozási nyelvekben van ilyen, hogy hátultesztelős ciklus. Itt nincs hátultesztelős ciklus, itt úgy kell megcsinálni azt, hogy bevezetünk egy változót, ami egy logikai változat, hogy újra fogjuk kérni a számot, és azt mondjuk neki, hogy amíg újra van, addig beolvassuk a számot, ha ez egyenlő lesz a két érték, akkor azt mondjuk, hogy többet nem kell újra ismételni ezt a ciklust, ellenkező esetben kiírjuk, hogy próbálkozzál újra, és bekérjük újra a számot. Tehát ez gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint az előző. Semmiféle kívülről úgymond nincs látható különbsége. Az egy különbség van, hogy itt ezt elfelejtettem ide bemásolni. De egyébként jelentésre ugyanaz, tehát most a szintaxisra is teljesen ugyanaz. Jó, szóval, hogy így, na, most kell újraindítanom az egészet. Kernel restart, így. Az történt ugyanis, hogy... Na. Az történt ugyanis, hogy amikor itt várakozik inputra, azt nem szereti, ha lelövöm. Tehát, hogy azt az egyet nem bírja ez a környezet, és most itt az neki a baj, hogy az N nincs megadva, mert valahol legelején adtam meg. Most akkor gyorsan megadjuk megint, ugye abba egyeztünk, hogy ez 42 volt. Tehát az előbb azt a hibát követtem el, azért kellett újraindítanom a kernelt, mert egy ilyen várakozás, egy ilyen input állapotba lelőttem, ezt az egyet nem bírja ez a kernel, ez egy picit ilyen hűgös benne. Na, akkor még egyszer. Tehát itt gyakorlatilag az van ugye, hogy 54, ez nem jó, ha 42-t eltaláljuk, akkor nyert, és akkor vége. Na most... Nem, itt jártunk, bocsánat, tehát ezt akartuk újra csinálni. Ez, amit most lefuttattam nektek, ez a harmadik variáció. Ez azt csinálja meg, tehát most azt a while loopot nézzük gyakorlatilag, ez a feltételes ciklus. A feltételes ciklusban ugye eddig megnéztük azt, hogy mi van akkor, ha van egy konkrét feltétel, mi van akkor, ha egy logikai változótól függ ez a feltétel, és azt nézzük meg, hogy beírtuk konstansan, tudod, ez a klasszikus végtelen ciklus. Ez attól nem lesz végtelen, hogy van benne egy if feltétel, amiben egy break utasítást kiadunk, tehát ha véletlenül megegyezne az x és az n, akkor egy break-kel kilépünk belőle. Tehát ez így ér véget, hogy ez egy végtelen ciklus, amit meg tudunk szakítani break-kel. Na most a következő, amit meg akartam nektek mutatni, az az, hogy lehet olyat csinálni, hogy berakunk egy számlálót, tehát van egy számlálónk. Ez a ciklus ez azt fogja csinálni, hogy addig is végtelenszer ismétlődik, amikor beolvasok egy számot, és ez nem egyezik, megegyezik azzal, amit be kell tippelni, akkor vége van, úgy mint az előbb, tehát ez gyakorlatilag eddig megegyezik a másikkal. Ellenkező esetben beteszünk ide egy elif-et, ami azt mondja, hogy ha a számláló az nagyobb egyenlő, mint 3, tehát ez a számláló ez valahogy megnőtt 3-nál nagyobbra, akkor azt fogja mondani, hogy találd már el, tehát most már így mondja egy jó számot, és azt mondja, hogy continue. Ha ez nem következik be, akkor pedig van egy ilyenem, hogy kiírom azt, hogy print nem talált, próbáld újra, és utána a countert növelem egyel. Na most itt mi fog történni? Ugye azt várnánk, hogy ez az elif, ha nem fut le, akkor ide megy, de hogyha meg lefut, akkor meg utána ez megint végrehajtódna. De ez azért nem fog végrehajtódni, mert itt van egy continue. A continue az a breaknek a párja. Ő azt csinálja, hogy nem kilép belőle teljesen, tehát nem az történik, hogy innen fogjuk és elhagyjuk ezt a feltételes ciklust, hanem a feltételes ciklust újra kezdjük, tehát azt mondjuk, hogy erről a ponttól így befejezzük a futást, de innen kezdjük előről. Tehát ez a próbáld újra című történet, és akkor gyakorlatilag itt az a történet, hogy egészen addig még a counter az kisebb, mint 3, addig ez fog végrehajtódni, ellenkező esetben meg kiírjuk azt, hogy most már be kéne fejezni a próbálkozást, tehát hogyha megnézzük, hogy működik, akkor ugye az van, hogy addig ilyen tök türelmesen mondta, hogy nem talált, próbáld újra, itt meg egy kicsit ilyen idegesítően, hogy most már találd el. Köszönjük. Tehát ez a működés. Na most van egy másik variáció, hogyha nem egy ilyen continue-val, nem jó fejek vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy háromszor próbálkozhatsz, és utána annyi volt, akkor ezt úgy tudjuk megcsinálni, nem continue van itt, hanem egész egyszerűen csak a break-es létezik, tehát ez ugyanaz, mint ez a előző ciklus,
Csak ugyanúgy számláljuk szépen a köröket, mint valamit. Igen, és ez nem egy végtelen ciklus lesz, hanem ez csak addig fog futni, amíg az ötös feltétel teljesült. Tudjátok, még követni? Tehát ez az ötödik variált, nem. De ez az ötödik variációnk. Itt megint van egy feltételünk, ami azt jelenti, hogy egészen addig tudok ismételni. Valaki rajzolt egy hendet. Igen. Valaki szeretne kérdezni, akkor hajrá! Volt egy ilyen Rising Hands című történet. Ha akartok kérdezni, akkor várom, ha nem, akkor megyünk tovább. Akkor nem kérdeztek, azt jelenti, hogy mehetünk tovább. Jó, akkor még egyszer. Tehát ennél a ciklusnál jártunk, és itt azt csináljuk, hogy beolvassuk az X-et, és van egy számlálónk, ami elindul nulláról. Addig fogjuk ezt a ciklust csak csinálni, amíg elérjük az ötöt. Ha elértük az ötöt, akkor vége van. Ha netánt ennek az öt ismétlés alatt... Jó, az egy fals mellényomás volt ezek szerint. Úgyhogy akkor az történik, hogy ha az a helyzet, hogy eltaláltuk, akkor megszakad ez a ciklus, és akkor vége van. És ezt az utolsó példát ezt azért hoztam, mert más programozási nyelvektől eltérően a while ciklusnak meg a fornak is lehet else ága. Ez azt jelenti, hogy else ága van. Az else az akkor fog végrehajtódni mindig, hogyha ez a feltétel már nem igaz. Tehát ha úgy fejeződik be ez a kód, vagy ez a ciklus, hogy ez a feltétel, tehát a ciklus feltétel nem teljesül, akkor lefut az elszág. Ellenkező esetben nem fut le. Tehát ha egy break-kel lépek ki, mert eltalálom, akkor nem írja ki azt, hogy nincs több dobásod. Nézzük meg, hogy ez valóságban hogy működik. Jól kicsesztem magammal, mert ötször kell ismételni. De hogyha próbálkozok így szépen, szisztematikusan végig, akkor egy idő után azt fogja nekem mondani, hogy nem talált, próbáld újra, és utána azt mondja, hogy nem, nincs több dobásod, és vége. Ha ugyanezt elindítom, és tudom, hogy mi a megoldás, és beírom, akkor nem fogja kiírni azt, hogy nincs több dobásod, mert ha break-kel léptem ki, akkor nem hajtódik végre az elszágba lévő kód. Ez vannak helyzetek, amikor nagyon-nagyon kényelmes, hogy utána igazából itt még egy if kéne, hogy megvizsgáljam, hogy ez teljesült-e vagy nem. Ez egy nagyon hasznos dolog, ugyanúgy működik a fornál is. Na most a for ciklust, azt meg úgy csináljuk, akkor ez volt az ismétlése, a feltételes ciklus. Van ez a ezt ilyen fix iterációjú ciklusnak is hívják, vagy iterátor alapú ciklusnak, talán a proper angol megnevezése, tehát a rendes angol megnevezés alapján magyarba talán úgy fordítanám, hogy az iterátor alapú ciklus, ami azt csinálja, hogy itt kell egy kifejezés, ami visszaad értékeket az i-nek. Ez az egyik klasszikus kifejezés a range. A range 10 az ugyanúgy működik, mint ahogy megszoktuk a listánál a befejező elemet. Tehát azt jelenti, hogy vissza fog adni 10-et és nulláról indul. Tehát ez gyakorlatilag az i értéke fel fogja venni a nullától 9-ig. És azt fogjuk csinálni, hogy ezt lefuttatjuk, akkor kiírja az i-t, és itt látjuk, hogy kiírja a 2-nek az anyandik négyzetét, illetve a 3-nak a hatványait fogja kiírni így szépen. Nem négyzetét, hanem 2-nek a hatványait fogja kiírni, hülyeséget mondtam az előbb. És akkor a másik történet az pedig az, hogy azt akartam megmutatni, hogy ugyanúgy lehet egy range-et megadni itt, hogy itt is lehet ezt a break-es történetet csinálni. Itt most nyilván egy nagyon egyszerű feltételt adtam, hogyha eljut 4-ig, tehát az i 4 lesz, akkor ezt befejezi. Hogyha az i az valami olyan érték lenne, ami nincs ebbe a tartományban, és rendesen ér véget, akkor azt mondja, hogy tartomány vége, és nem. Tehát az else az látjuk, hogy csak akkor fut le, hogyha ez egy olyan kifejezés. Tehát ha rendesen véget ér a for ciklus, akkor lefut az else, hogyha ebből kilépünk break-kel, akkor nem. És akkor
A nagyon fontos dolog még az, hogy a fornál nem csak ez a range állhat itt, majd meg fogjuk nézni, hogy mi állhat még itt, de első megközelítésben azt akartam nektek megmutatni, hogy itt állhat bármilyen, hogy ezt itt iterálhatónak hívjuk. Az a lényeg, hogy bármilyen olyan objektum állhat ott, amin így végig lehet lépkedni. Tehát állhat egy lista is, és akkor azt mondjuk neki, hogy print i. Így. Jó, tehát hogy és akkor itt a listának az esetleg valami extrémebb értékeket rakok be, és akkor jobban látszik, hogy valóban nem egy range-en ment, nem egy tartományon ment végig, hanem egy valamilyen értéken. És akkor azt csináljuk, hogy erről most én többet nem mondanék a forról. A forra vissza fogunk még térni jövő hét csütörtökön, és fogok mutatni egy csomó trükköt, hogy miért jó a Pythonos for, és miket lehet benne csinálni, amik ilyen trükkösek. Most már van egy listánk, meg vannak vezérlési szerkezeteink, ezzel praktikusan már a problémáknak a 99%-át meg lehet oldani, tehát ebből el lehet kezdeni programokat írni. És egy picit arról fogok beszélni, a függvények definiálásáról fogok beszélni, és ma szerintem, mivel eléggé késő van már, és én 3 percben, ez egy fontos dolog, amit itt a végén el akarok mondani, ezt át fogjuk csúsztatni a holnapi alkalomnak az elejére. És akkor a függvények definiálásánál ezt a 6 sort, ezt megnézzük. Ahogy láttuk az elején a main függvénynek a definiálását, a függvényt úgy definiálom, hogy azt mondom neki, hogy def add AB, tehát azt mondom, hogy van egy összeadás függvényem, aminek A és B a paramétere, és azt mondom, hogy ez térjen vissza az A plusz B összeadott értékével. Tehát ez a függvény definíció, és azt tudjuk megnézni, hogy ha ezeket összeadom, akkor ugye alapból így hívnánk fel, hogy ad 1-2, viszont Pythonban létezik egy olyan konstrukció, amit úgy hívnak, hogy név szerinti paraméter átadás. A név szerinti paraméter átadás, ez lehetővé teszi azt, hogy ne csak tehát ez a pozíció szerinti, hanem megadjuk konkrétan a paraméternek a nevét, és ez azt jelenti, hogy ennyiféleképpen meg lehet hívni. Sőt, ami innen kimaradt, az, hogy ezeket, hogyha mindegyik név szerint van megadva, akkor ezekkel variálni is lehet. Tehát azt tudom mondani neki, hogy más sorrendben írom fel. Itt egyetlen egy ökölszabály van, amit fontos megjegyeznetek, hogyha elkezdem név szerint megadni, akkor itt már nem szerepelhet pozíció szerinti paraméter. Tehát azt mondom, hogy B egyenlő 2, és akkor itt azt mondom, hogy 1 az hibát fog adni. Tehát a név szerinti paraméterek, azoknak mindig követnie kell a pozíció szerinti paraméter átadás. Tehát a pozíció szerinti az, amikor ez azért fog az A-hoz kötni, mert ez áll a nulladik helyen, vagy az első helyen, most mindegy, hogy nevezzük. Ez azért lesz a B, mert ez áll a második helyen. Még itt az összeadásnál ugye azt mondom, hogy ez azért lesz az A, mert ez áll az első helyen. Ez azért lesz a B, mert azt mondtam, hogy B egyenlő 2. Tehát itt megadtam a nevét neki, hogy a B-hez kell hozzárendelni a 2-es értéket. Nyilván, hogyha megfordítanánk, tehát azt mondanám, hogy 1, és utána azt mondanám, hogy A egyenlő 2, akkor ott is egy szép hiba üzenetet kapnánk, hogy hát az A-nak már kapott egy értéket, és elnye-belnye. És Pythonban azt lehet még megcsinálni a paramétereknél, azon kívül, hogy így név szerint lehet átadni, hogy gyakorlatilag meg tudom neki azt mondani összeadásnál, hogy legyen egy alapértelmezett értéke. Tehát, hogyha azt mondom neki, hogy az edet úgy definiálom, hogy a B-nek van egy alapértelmezett értéke az 1, akkor nem csak azt tudom neki mondani, hogy adja össze az A-t meg a B-t úgy, hogy az A az 5, a B az 2, nem mondhatom azt, hogy add össze az 5-öt azzal az értékkel, ami itt az alapértelmezett, tehát ez mind a kettő vissza fog adni egy értelmes értéket, csak így nyilvánvalóan a második érték helyett az 1-es áll, amit alapértelmezetten megadtunk. Ami még nagyon fontos Pythonban, az, hogy maga a függvény is egy objektum. Tehát ez a, mert lehet, hogy picit unjátok, hogy minden objektum. Valóban, hogyha beírjátok azt, hogy ad, akkor vissza fogja adni, hogy ez egy olyan objektum, aminek van egy ilyen visszatérési, most kicsit az zavarva, hogy kaptam egy figyelmeztető üzenetet, hogy vége a sessionnek, és 8 óra van, és lejárt az időnk, de még ezt a két mondatot engedjétek meg, hogy hozzáadjam, aztán mindenki mehet pihenni a mai napra. Tehát, hogy ha ezt írom ki az addot, akkor ez nem egy függvényhívás lesz, hanem azt mondja, hogy ennek az add változó névhez gyakorlatilag, vagy függvény névhez, milyen függvény objektum van hozzárendelve. És ezt úgy is lehet használni, hogy azt mondhatom, hogy az op változó névhez hozzárendelem ennek a változó névhez tartozó objektumot, tehát az op az egyenlő lesz egy függvénnyel, és utána ezt az opot szépen meghívhatom, és ezt nem futtattam le.
És ugyanúgy visszaadja az ötöt, mint hogyha azt mondanám neki, hogy ad öt. Vagy ad négy, bocsánat, és az ugyanúgy öt lesz. Ennyi volt mára, köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor jó pihenés nektek. Remélem nem fárasztottalak le benneteket nagyon. Közben még volt egy kérdés, arra válaszolok. A Pythonban gyakorlatilag a hagyományos for és a for each egybe van olvasztva. Igen, gyakorlatilag ez egy jávás for each-nek felel meg, ahol fort úgy tudok csinálni, hogy a for each kap egy speciális range objektumot, amiből veszi az értékeket. Ez a válaszom a kérdésre. És akkor szép estét mindenkinek. Ennyi voltam mára. Ki kell lőni.